Ladies and gentlemen, legyen tiszta mindenkinek. A játékipar egy katasztrofálisan szánalmas állapotban van, és ezt a játékosok csak és kizárólag maguknak köszönhetik. Mert lehet nyűnyörögni azért, hogy jaj, miért nincsenek jó játékok mostanság, mi történt az RTS-sel? Elmondom, mi történt. A Warcraftban megvehető csillogos ló $15 került, és többet keresett a Blizzardnak, mint a teljes StarCraft 2. Az egész játék. A helyzet az, hogy a játékosok egyszerűen képtelenek nem költeni a pénzüket mindenféle szírszarra, és nem dobálok meg most senkit, tehát természetesen, hogyha szeretsz egy játékot, és akarsz egy csillogos ruhát benne, vedd meg, én is meg szoktam venni, teljes mértékben normális. Igen, láttam ezt a TikTokot. Viszont, hogyha folyamatosan félkész, minősítetlenül mocsokszar játékokra költötök, akkor azt fogtok kapni. Ne vegyetek meg félkész játékot, ne vegyetek meg rossz játékot, ne vegyetek szükségtelen csillivilli szarokat $1000, jó? És akkor talán valahogyan rendbe jön a játékipar. Ementén itt van ez az Early Access játék, amiben van egy Pikachu egy Gatling Gunnal, úgyhogy annak ellenére, hogy ez egy nem kész játék, én megvettem. Woo! PAL World, everybody! PAL World! Early Access, mindenhol mutogatják, hogy ez nincs kész, úgyhogy bugos lesz és crashelni fog, de 25 euró volt, és én így is megvettem. Mert nem vagyok normális! Ugyanakkor hogyan tudnál ellenállni egy Gatling Gunos Pikachu-nak? Hogyan? Két napja PAL World streameket nézek és imádom. Jaj, én abszolút, Nestline-nak néztem tegnap a streamjét. Nagyon örültem. Gyerekek, vegyük sorra, oké? Okay? Piplup. Esper. Arcanine. Lucario. Staraptor. Lugia. Azt nem látjátok a Lugiát, itt van a sarokban a Lugia. Braviary. Hó. Nem, ez a hó, ez a Braviary. Donphan. És kövér Pikachu. Nem véletlen, hogy az összes design felismerhető ebben a játékban. Egyértelműen a készítők azt mondták, hogy tudjátok mi van? A Pokémon nem képes, a Pokémon Company nem képes normális játékokat gyártani, megpróbáljuk helyettük. Na most specifikusan a Pikachu-ra hívnám fel a figyelmeteket, mert ebben több mém egyesül. Egyrészt ez egy kövér Pikachu, valami, ami régen egy valóság volt, de a Nintendo lefogyasztotta a Pikachu-t, mert azt akarták, hogy ne cuki legyen, hanem menő. Na most annak ellenére, hogy a legismertebb, híresebb és menőbb rapper valaha a nevében is kövér volt, hát még kinézetében, mindegy. Szóval ez egy kövér Pikachu. A másik a Gatling Gun. Nem tudom, hogy vannak itt olyan idős emberek, akik emlékeznek a Duke Nukem című franchise-ra. A Duke Nukemnek volt egy legendás borítója, amiben Duke Nukem fogott egy ilyen Gatling Gunt, és az mind az összes csőből egyszerre jött ki a golyó. Valami, ami nem megvalósítható a való életben. Szerintem erre is hajasz, hogy ez itt felrobbanni tűnik, de legalábbis három cső egyszerre tüzel. Valami, ami nem megvalósítható. Ja, úgyhogy, mi most meg fogjuk nézni ezt a játékot, gyertek, játszunk. Create new world. World name. Bölcsész Islands. Oké, okay. Multiplayer off, menjetek a francba. Difficulty normál, én teljes mértében jól vagyok. Oké. Okay. Yes, nézzük meg, hogy mit tud. Ez a PAL World. Én nagyon remélem, hogy jó. Én nagyon remélem, hogy jó. Mert alapvetőleg a Pokémon plusz fegyverek az szerintem egy ideális párosítás. Bölész Islands? Elrontottam? Nem baj, Bölész Islands lesz. Oké. Crispy Bacon az teljes mértékben megfelelő. Akkor menjünk a Bölész Islandre, gyerekek. Oké. Nézzük csak. Természetesen ez a legfontosabb része a játéknak, úgyhogy ezt nem fogom csak úgy elhanyagolni. Egyértelmű. Skin color.
piros, nem, van, nincs ró... Ó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Torzo size, remek, arm size, nagyon pici, leg size. Szerintem már haladunk a tökéletes karakter felé. De nézzük meg, hogyha nagyon picire lehúzzuk, akkor milyen. Gru! Ez tökéletes, ez tökéletes. Come on, come on! Ez egyre jobb. Oké, okay, face. Nem. Nem, maradunk szerintem. Nagyon jó. Cuki anime kislányok, maradunk egy ilyen torzóval. Nagyon jó. A legkínosabb hajviselet. Nagyon jó. Na jó, csináljunk normálisat? Na jó, csináljunk normálisat. Oké, gyerekek! Oké, most nem fogjuk teljes mértékben elszúrni a karakterkreálást, mert ez a játékkal én többet akarok játszani, mint egy darab stream, jó? Úgyhogy... csinálunk inkább egy normálisat. Ez egyébként nem rossz. Na jó, nem teljesen normálisat, csinálunk egy srácot. Nagyon nagy gyerekkihordó csípője van ennek a srácnak, ezt meg kell hagyni. Jó, a face az rendben van. Legyen teljesen őrült, vagy ilyen macska szemünk legyen, nem, ne legyen ilyen teljesen őrült, nagyon jó. Ó, remek, remek. És a hajat azért elszúrjuk. Jó, a hajat azt megadom. Istenem, hogy ez engem mennyire tud szórakoztatni. Oké. Okay. Kérlek szépen, ez tökéletes lesz, hair color. Custom color, nagyon jó, hibátlan, hibátlan. Eddig én teljes mértékben elégedett vagyok. Szaturációt magasra toljuk, brightness magasra toljuk. Tökéletes. Oké. Okay. Oké. Okay. Én szerintem ready vagyok. Én vagyok a He-Man? Igen. Igen. Na, na. Ez a haj, ez a frizura lesz a főszereplő. The towers are the key. The tree holds the truth. Okay. Embrace the purple! Na, a purple-t! Srácok, sajnálom, hogy nem láttam a szavazást, de... mondod, szerintem ez egy jó kompromisszum. Azt mondja, hogy... oké. Okay. Szirmai, kussoljál már! Mi beszélsz itt a telefonomban? Oké! Okay. Tehát ez egy ilyen Fortnite-szerű dolog lesz, mert tudunk építeni. Aha! Primitive workbench. Ó, egyébként ez nem rossz! Jó? Helyes? Kicsit meg engedelmetekkel... egy kicsit felnyomom egy háromra, de egyébként nagyon adom, hogy ilyen alacsonyan kezd. Ez remek. Oké, okay, igen, így könnyebben irányítom, remek. Szóval, hogy adom, alapvetőleg ez nagyon csini, így elsőre. Ne, stamina méterünk van, jaj ne! Jaj, de utálom, a stamina méter a legszarabb játékmechanikai elem, de reálissá teszi az élményt, és stratégiát igényel, és gyűlölöm. Pick up fallen branches or hit trees to get some wood. Gyerekek, ez tényleg, ez Fortnite, Fortnite versus Pokémon. Oké, okay, ez rendben lesz. Oké, okay, szóval kell keresnünk fákat. Itt egyelőre semmi érdekeset nem találtunk, és nagyon lassan futunk. De én elfogadom. Ez a frizura egyszerűen tökéletes. Oké. Okay. Nézzük meg, hogy mi van, hogyha elfogy a stamina méterünk. Jó van, csak lelassunk. Az teljesen oké. Okay. Az teljesen oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Szóval, ott van fa. Megyünk a fáért. Érdemes úgy választani első bészhelyet, hogy a kő, fa elérhető legyen bizonyos okokból, mert csak bontani lehet majd. Ami kellemetlen, nem lehet felszedni dolgokat. Nagyon köszönöm a tippet, én ide leugrom.
És ott már ott vannak a csirkék. Oké, okay, először is megütjük a fát. Ez ilyen Minecraft hangulatú. Aha. Ez tényleg nagyon Minecraft hangulatú. Csak addig ütjük a fát, ameddig... Oké. Okay. Hát szereztünk fát. Nézzük, azt mondja, hogy build menu, csinálunk egy workbench-et. Én gyerekek, én most jólóba tolom. Én most egyszer ide kiválasztom. Vagy menjünk oda? Inkább nem, menjünk oda. Stone. Oké. Okay. Tehát ez ilyen nagyon, nagyon resource managementes lesz. Azt egyébként adom. Érdemes úgy vál... Elnézést kérek. Oké. Okay. Itt vannak ezek a... Jaj, de édes! Követ is tudjuk ütni? Nagyon jó! Gyerekek, ez a játék 10 per 10 eddig. Én nem tudom, hogy mi early access ezen. Ez egy kész játék, én úgy érzem. Mondjuk ez, hogy ököllel tudjuk ütni a sziklát. Én egy elégedett ember vagyok. Jóval, ide ez egy gyönyörűséges hely. Ide lerakjuk a workbench-ünket. Primitive workbench. Nagyon jó. Ez micsoda? Pell Sphere! Pokelabda! Nagyon jó, oké. Okay. Na nézzük, azt mondja, hogy build. Woo! Oké. Okay. Current technology points 6, level up! Gyerekek, ennyit kell csinálni ahhoz? Oké. Okay. Handheld torch, stomp... Jézus Máriám. Seriously? Ez egy ilyen Ark Survival lesz ez a játék? Oké. Okay. Press the status point to strengthen your character. Na, akkor fejlesztünk egy kicsit a karakterünkön is, megnézzük, hogy ő mit tud. Azt mondja, hogy party, nincs még egyelőre buli. Itt vannak ezek a technológiák, amiket tudunk fejleszteni, ezeket tudjuk, gondolom, majd. Aha. Pell box. Storing captured pells. Nagyon jó. Campfire, use the symbol. Igen. Warm and light. Nagyon jó. Repair bench. Jézus Mária, milyen komplexitás van itt. Ah! Jaj! Ez borzasztó. Én abszolút elégedett leszek a csirkével is. A lambol ez egy kalapszarű, nem kell senkinek. A csirkére rávadászunk szerintem, hogy tudjuk, hogy hol lehet megszerezni, hogy meg fogjuk szerezni. Oké. Okay. Nézzük, azt mondja, hogy itt vannak a enhanced stats. Nagyon jó. Atakba teszünk 2-t. És védbe teszünk 2-t. Nem, oda nem tudunk tenni. Ja, hogy ennyink van. Egyetlen egy pontunk van? Oké. Okay. Feltettük atakba. Oké. Okay. Azt mondja, red berries, ezt is tudunk szerezni. Mennyi mindent tudunk itt... ...szerezni, csodálatos. Igen. Nézem, hogy most mit kell. Open the option menu with escape. Check the survival, open technology screen from menu, unlock pulse sphere. Oké. Okay. Szóval, technology, pulse sphere. Are you sure you want to unlock? Yes, I do! Oké, okay, kinyitottuk a pokelabdát, ezzel most már tudunk csinálni. Szervusz! Hepati Tigris! Nagyon jó neveitek vannak. Annyira szeretlek titeket. Csodálatos név. Szervusz! Szervusz! Alright. Kérem szépen, kinyitottuk ezt, és akkor select recipe, és ezt akarunk csinálni, de ehhez nincs elég cuccunk. Oké. Okay. Akkor kell szereznünk még dolgokat. Egyelőre csak bogyók vannak itt, ez gondolom majd healing itemnek lesz. Jaj, de hála Istennek, nem kell mindent meg simogatni. És találtuk egy fegyvert? Inventory? Nem. Pedig azt hittem, hogy találtunk valami fegyvert. Oké. Okay. Szóval craft pause sphere. Arra van szükségünk, hogyan találunk dolgokat. Mi kell ehhez? Azt mondja, hogy... Paldium fragment kell. Igazából az az, amit keresünk. Vajon hol lehet találni? Hogyha valaki tudja, hol lehet találni... Örömmel fogadom, de ott van az, látom, ott csillog. Már megyünk is. Szóval azt mondod, hogy ezt nem lehet innen fölkapni és tovább vinni? Mert az egy eléggé irritáló dolog lenne. Nem, viszont el lehet pusztítani, Jézus Máriám. Ezért van multiplayer benne. Oké. Okay. Oké. Okay. Kérem szépen, addig azért összeszedünk mindent, remélem, hogy bírjuk. Nézzük, hogy van-e fall damage. Na oké, okay, nem annyira vészes. Punch, 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 punch.
Kéne csinálunk egy pickaxet, én úgy érzem. Aha. Nézzük csak. Stone és wood. Jó, akkor ezzel azt fogunk csinálni. Értem, értem én a lényeget. Hú, most hogyan kerülünk oda vissza föl? Na vajon tudsz falat mászni? Tud. Ez miért nem lehet magunkkal vinni a workbench-et? Ez borzasztó. Ki vagyok borulva. De először csinálunk egy pickaxet. Greg gyakorlatilag 7 perc alatt megkreálta a waifumat. Ugye? Ugye? Ez a finom erotika, amit a karakterünk képvisel, ez valami, ami könnyedén elvonja a figyelmünket. De gyerekek, próbáljunk kicsit fókuszálni. De tényleg hatalmas csípői vannak. Szóval ez a srác, ez könnyen fog gyereket szülni. Kell még egy kis fa nekünk. Nagyon jó. És szerintem ezzel már fogunk tudni csinálni egy select recipe, így van. Start production. Időbe telik. És lehet venni kristályokat, amivel meggyorsul? Ja jó, nem, ez csak ennyi. Oké, van egy pickaxünk, azt hiszem. Acquire. Nagyon jó, oké, ezzel már oda tudunk menni. Ezzel fogjuk agyonverni a csirkéket, Jézus Máriam. Hát mit nekünk fegyver, gyerekek, mit nekünk... Lövöldözősdi. Én egyszerűen csak... Így van, és ezzel már ki tudjuk bányászni a fragmentet. Nagyon jó. Ez a stamina bar, ez engem ki fog borítani. Nagyon jó. Ott van valami, kérem. Kérem! Egyébként nagyon szép a vízefekt. Nem nagyon komplex, de nagyon szép. Mit találtunk? Castaway Journal. Azzal tudjuk olvasni a lore-t. És van egy chest, amiben volt kenyér! Hát ez fantasztikus. Gyerekek! Ez egy sokkal komplexebb játéknak ígérkezik, mint amire első számítottam. Én azt hittem, hogy egyszerűen lesznek Pokémonok, és mi azokkal küldjük. Oké, gyerekek, el kell kapnunk a csirkéket. Én... Nem várok. És már harmadik szintűek vagyunk, hát ez fantasztikus. Azonnal rakunk staminára. Azonnal rakunk staminára. Ez borzasztó. Oké. Relatív egyszerű, egyébként jó a menürendszere. Valami, amit én mindig utálok egy játékban, hogyha túl komplex és átláthatatlan a menürendszer. Teljes mértékben érthető minden. Az egyetlen egy dolog, ami egyelőre zavar, hogy nem lehet felkapni a workbench-et. Az egy hülyeség. De valaki leírt a chatbe, hogy jó helyre rakjam, és én mégis rossz helyre raktam. Úgyhogy igazából az én hibám. Az én hibám. Alright. Szerintem most már tudunk csinálni, megnézzük, hogy van-e... Nem, fa kell. Oké, ahhoz kéne csinálnunk egy... Kíváncsi vagyok, hogy pickaxe-el lehet-e fát szerezni. Lehet. Oké, akkor nem kell nekünk semmi más. Fibert is szerzünk. El tud törni a pickaxe-ünk? Vajon el tud-e törni a pickaxe-ünk? Igen. Oké. Csinálunk egy... meg kell szereznünk a csirkét, gyerekek, úgyhogy select the recipe, és ezt csináljuk. Start production. Hold to work. Teljesen jó. Acquire. Nagyon jó. Attack pals to weaken them. Ezt általában ezt szoktam mondani. Ahhoz, hogy a barátaidat meggyengíts, meg kell őket támadnod. És akkor press Q to throw a pal sphere and capture them. Oké. Na, megkeressük a csirkéket. Nekem nem kell az a hülye macska, se a bárány. Unlock fast travel? Hell yeah! Acquired one technology point. Hát ez csodálatos. Mi az a technology point? Nézzük a technology pointot. Aha! Tehát külön pontok... értem. Külön pontokkal lehet ezeket megvásárolni. Tökéletes. Mi az, amire nekünk szükségünk van, srácok? Mondjátok meg, hogy mi az, amit érdemes unlockolni, én addig megkeresem a csirkéket. Vajon hol vannak? Várjátok, ugye itt jöttünk ki, és itt láttuk valahol arra a csirkéket. Ott láttam valamit, megyünk értük. Egynél többet csinálj szerintem a ládából. Hopp, ott eltűnt valami alottunk. Hopp, ott belementünk a sziklába, nem baj. A falmászás az még nem nagyon optimális. Ja, az egy tojás. Gyerünk, baba, fel tudsz jutni. Ez micsoda? Common egg. Egg incubator. Incubate pals! Hát, beszarok! Ez teljes mértékben Pokémon, semmi baj nincs vele. Hogyha ezek összehoznak egy játékot, ami olyan, mint a Pokémon, csak jobb, minőségibb, és élvezhetőbb, az nagyon jót fog tenni nekünk. Gyerünk! Ez az. Hát mi fantasztikusak vagyunk. Hol vannak a csirkék? Give me the chickens. Nem tudom, hogy miért mászunk fölfelé, de úgy gondolom, hogy ki kell maxolnunk. Hoppá, várjátok, elfogy a staminánk. Gyerünk, Link! Nem, Link elfáradt.
Ebből új Pokémon lesz. A széles csípőjével kelti ki a tojás. Hát kávé, de nézzétek meg! Szóval ez azért feminine hips. Ez feminine hips a javából. Hol vannak a csirkéim? Miért nem láttam egyetlen egy pelt se, amióta itt vagyok? Oké. Okay. Viszont ez ilyen kis exploration, úgyhogy igazából körbe tudunk nézni. Hol vannak a csirkék? Kotkodács? Kotkodács? Kotkodács! Adjátok ide magatokat. De látjátok, ezek olyan jól elbújtak, hogy azóta nem láttunk egyet se. Na mi van, hogyha oda felmászunk? Úristen, gyerekek, ez az első stream, ez semmi másból nem fog állni, mint hogy rácsodálkozok dolgokra és nem végzem a feladatom. Oké, okay, feljöttünk ide. A draw distance egyéb... Hello-ka! Ott meg vannak a Zeldából a tornyok. Ez 0-24 lopják az összes ötletet. Imádom! Imádom! Így kell csinálni. Nyúljátok a Nintendo gyerekek. Hoppá! Kicsit leestünk, nem baj. Gyerekek, azt mondjátok meg, hogy a csirkék hol vannak. Én egyszerűen nem látok sehol semmit. Lehet, hogy ilyen Pokémonos a draw distance, hogy majd beteleportálnak. Na, van-e? Van. Van, de nem nagyon sok fall damage van, de azért van. Oké, okay, semmi gond. Lent vannak? A tojásban is lehetnek. Oké, okay, lehet, hogy kikeltjük a tojást. Úgyis itt vagyunk. Nézzük meg a technology-ba, hogy tudunk-e inkubátort építeni. Azt mondja, hogy ezek nyilak, íjak... Wooden chest, repair bench. A wooden chest az mindig fontos. Pell box, az nem. Nincs még inkubátor. Hol lehetnek vajon az inkubátorok? A common shield. Ez egyáltalán itt található? Ez itt vannak elég... Jézus Mária! Jézus Mária! Mennyi mindent lehet itt csinálni. Az még jóval később lesz. Megbeszéltük. Ez esetben meg kell találnunk a csirkéket. Szerintem a játék is arra próbál utalni, hogy... Öreg apám, menj oda, spofozd meg őket. Oké. Okay. Nézzük. De én nem macskákat akarok. Kettiva? Szóba... Yes! Csikipi! Oké, okay, gyerekek. Levegőbeli támadás. Fucking attack! Gyere ide! Jaj, szegény! Oké, okay, és akkor most megdobjuk. A rosszat találtam el. Na, elkapjuk. Capture rate 100%. Oké. Okay. Csodás. Megfogtuk. És a Chikipi Poultry mi? Fucking die! Viszont elve, hogy szereztük meg a csirkelábat? Látjátok, hogy ott bal oldalt, hogy szereztünk csirkelábat? Azt hogyan szereztük? És ő most egyszerűen csak ki van? És lehet... Tökéletes! To battle! Gyere! Társam a bajban, igaz barát! Chikipi, téged választalak! Ez az, hogy a tehetetlen hulládat! Gyerünk, öld meg azt a macskát! Jó, tudom, hogy nem ez a miénk, de ez állati szórakoztató. Kíváncsi vagyok, hogy ezt többi hullával is lehet csinálni. Ó, ott még egy tojás, nagyon jobb. Oké, okay. Srácok, itt van az első barátunk, Chikipi. Mi a helyzet, barátom? Nem adunk neked nevet? Most mi a terved? Sometimes lays an egg when assigned at a ranch. Ó, tehát vannak különleges tulajdonságaik is. Oké, okay. Ezt a hullát, ezt nem akarja a játék eltüttetni. Ő pedig nagyon jól érzi magát. Oké, okay, nézzük meg, hát ha tudunk róla találni valamit. Azt mondja, hogy peldek. Chikipi. Work sustainability. Gathering és farm... A Pokémonnak saját szintje van különböző túlélő tulajdonságokban. Gyerekek! Nagyon adom! Planting, handiwork, hát kezed nincs, úgyhogy az nem fog menni. Lumbering, medicine production, transporting, az biztos majd repülni fogsz tudni, ha továbbfejlőszt. Egyáltalán tovább tud-e fejlődni? Neutrális típusú, tehát ő egy normál típusú, ami ez ezt jelenti. Lehet dolgozni. Extremely weak and far too delicious. It is one of the weakest pals alongside Lumball. No matter how many are hunted, they just keep appearing.
Igen, ez a való életben is így van a csirkékkel. Ezt tudjátok, hogy én láttam dzsungelcsirkét, én láttam a modern csirkének az ősét, és bazd meg azokkal a madarakkal nem lehet hülyéskedni. Sokkal kisebbek, de esélytelen a közelükbe kerülni. Annyira szórakoztató, hogy mi lett belőlük. Vietnámban láttam azt, igen, Vietnámban. Majdnem úgy néz ki, mint egy csirke, de sokkal izmosabb, gyorsabb és kisebb. Nagyon szórakoztató. Úgyhogy és tud repülni természetesen. Szálkások ki vannak gyúrva, mint az őrület, ilyen kis Danny DeVito méretűek, viszont így jönnek, pi. Na jó, elvesztettem a józan eszemet, gyerekek. Oké, támadd meg ezt a szerencsétlen, támadd meg. Vajon... Támadd meg. Nem? Csak a halott szemével itt bámul minket, oké. Build a pal box in az open space. Jó. Jó. Ja, mert ezt akarja mindig, hogy nézze meg a survival guide-ot. Értem, és akkor itt van minden információ. Hát nem kevés információ van, gyerekek. Oké, építsünk egy... Ide építünk egy... pal boxot. Mit szóltok ehhez? Ahhoz kell egy workbench, úgyhogy építenünk kell egy új workbench-et, amit úgy fogunk csinálni, hogy... Oké, várjátok, ez melyik betű volt? Hopp, nem, ez a... Ez nem? Melyik volt? Build? Hülye vagyok, ott van. Oké, workbench, építünk egy workbench-et. Mindig a rossz gombot nyomom, de nem baj, Chikipi itt van. Miért nem adhatunk neki nevet az öreg Chikipinek? Ez ilyen Pokémon 2.0 kb? Oké, és akkor viszont a technology-ban ki kell nyitnunk a pellboxot. Így, és akkor most már tudunk építeni. Nem? Hol van? Nem itt kéne lennie? Ja, azt külön tudjuk így építeni, aha! Aha! Minden tiszta, nem baj, építettünk ide is egy workbench-et. Pellbox. Overlap subjects, ide. Milyen? Overlap with other... Aha, jó, oké. Build. Nagyon jó. Tudsz majd nevet adni neki? Nagyon örülök neki. Falatka jó név lenne? Pimp Chicken? Szerintem Pimp Chickennek fogjuk elnevezni. A Pellbox a bázisod központja. Hát akkor most itt van a bázisunk központja, és lement a nap, gyerekek. Nézzük meg, hogy ezzel mi van. Pellbox menet... Ó, értem! Itt a Chikipi. És akkor őt át tudjuk tenni más helyre. Vagy be tudjuk tenni a boxokba. Ez netto a Legends Arceus. Chikipi! Miért nem tudok view details? Nagyon jó, nevet akarok neked adni. Nagyon jó. Pimp. Hoppá. Pimp chicken. Pimp chicken! Oké. Okay. Attack stat. Miért van megnövelkedve? Passive skill plus defense. Nagyon jó, ennek örülünk. És van neki etetni is kell. Természetesen, úristen gyerekek, hát én nagyon elégedett vagyok ezzel a játékkal. Alul a passive skill-ek is viccesek. Burly body! Mondom, hogy ő egy pimp chicken! Botanical barrier, 10% decrease to incoming grass damage. Hát azon nem csodálkozom. Ő egy repülő jószág. Chicken rush, ezek a támadásai. Chikipi special skill. Flies at enemies in its size, attacking them with its sharp beak. Ezt szeretném belőled előhozni, te nem vagy hajlandó meg... Oké. Okay. Gyerekek, itt olyan matt fekete itt a képernyőm, hogy én nem is látok egyáltalán. Aha, tehát itt lehet fejleszteni a base-ünket. Deploy a work pal to the base. Aha, tehát bizonyos Pokémonok tudnak segíteni nekünk az építésben. Értem. És akkor build a wooden chest. Hát jó, hát most gyakorlatilag én most már nem látok. Igen. Access the pal box and summon a pal to your base. Use the tab to inventory press to consume safe hunger. Oké. Okay. Szóval. Őt... Pell at this base, őt ide rakjuk. Nagyon jó. Akkor most itt van. Pimp chicken! És akkor ennünk is kell, eszünk egy ilyet. Use on whom? Ettünk kenyeret. You just leveled up. Nagyon jó, rengeteg dolgunk van. A harmadik szintűek vagyunk. De nem, az már megvolt. Capture 5 lamb balls. Oké, okay, mi történik? Miért van? Hideg? Fázom? Mi történik?
Minden fekete és fázom. Oké, okay, és megy le az életünk. Mit kell ilyenkor csinálni? Oké, okay, 30 pelt kell elkapni. Gyerekek, mit kell csinálnom? Mit kell csinálnom? Kell egy torch. Már is építjük a torchot. Oké, okay, select recipe. Torch. Start production. Miért ilyen rohadt lassú? Nem baj, addig megfagyunk. Hát ez nagyon... Elnézést. Ez nagyon adom. Oké, okay, handheld torch. Acquire. Oké, okay, és most már nem fázunk. Nagyon jó. Oké. Okay. Éjszakai vadászat következik. Szóval, hogy azt mondja, hogy level up-oltam, de én nem látom, hogy level up-oltam volna. Technology points 11. Aha. Campfire-t. Akkor ezt kinyitjuk. Akkor rengeteg mindent tudunk venni. Oké. Okay. Ezeket mind megvesszük. Ez nekem nagyon tetszik. És jaj, hála Istenek, végre! Tudunk venni izét. Ágyat is. Mi ez a játék? Mi akar lenni most igazából? Én azt hittem, hogy ez egy ilyen open world Pokémon shotgunokkal, de ez inkább egy Ark Survival akar lenni szerintem. Mindenesetre megveszünk mindent, amit lehet. Nagyon jó. A statokat nem lehet enhanszolni. Miért írja még mindig a tutoriál, hogy szintet kéne lépnünk? Valahol nem látom, hogy hol tudok még szintet lépni? Technology, Ancient Points, nem, Peldek. Cry. Nagyon jó, ezt imádom. Jó, megvan a következő játék, amivel a hónapokok fog tölteni, ugye? Abszolút. Engedd el, bugos az Early Access. Tiszta, köszönöm szépen. Mindenki alszik! Jaj, de jó! Ez pedig a... Valamiért feljött nekem a... Izé... Pelsphere? Ezt megszereztük. Egy darab Pelsphere-ünk van, gyerekek. Rengeteget kell craftolnunk Pelsphere-ből. És mivel este van... Ezért... Aha. Capture? Nem. Cancel. Mert nekünk ilyen valami... Ezek bárányokat kell megtalálnunk. Én azt szeretném, hogy őt... Megtámad. Ja, de a Pimp Chicken-t ott hagytuk a bázison. Értem. Pimp Chicken. Hát ez fantasztikus. Ez egyszerűen minden szempontból tökéletes ez a játék. Köszönöm, Gucci-kém, a 100 bites cheert. Nekem tökre olyan ez a játék, mint az Ark, a Zelda és a Pokémon össze lenne gyúrva. Igen. Switchre szerintem nem fog megjelenni. Én szerintem a Switch megdöglik ettől a grafikai igénytől. Hát érted, nézd meg, ott milyen távol vannak azok a lények, és még mindig látni őket. Azért ilyen dolgokat ne várjunk el a Switch-től. Hol a picsába van a Switch 2? Hol van? Hova raktátok? Hova raktátok? Jaj, a Switch az még csak az élete felélben. Hol van? Ez egy fucking kenyérsütő grafikai képességeit képes előállítani. Kérem a Switch 2-t, ti lusta szarok. Szóval nem, ez nem hiszem, hogy fog jönni Switchre. Meglátjuk. A Lambolt el kell kapnunk. Gyere ide. Ó, oh, de nem sikerült. Oké, okay, oké. Okay. Ah! Nagyon jó. Bitch, le kell gyengítenünk. Felgyújtottuk szegényt. Oké. Okay. Nem baj, szereztünk kaját. Az micsoda? Daydream! Jaj, de okos névadás, mint Deidra, ami ilyen... Az valami fantasy név a druidákra és az államnak a keveréke. Imádom, kell lesz, de még nem tudlak megszerezni. Oké, okay. Szóval, most itt a vaksötétben nekünk szükségünk van új labdákra. Úgyhogy... Először is építünk itt, azt mondja, hogy base upgrade. Build a wooden chest. Oké. Okay. Okay. Építünk egy wooden chest. Et. De várjátok, azt nem itt kell, akkor ezt hol kell? Jaj, tudom, akkor ezt a build menübe kell. Wooden chest. Insufficient materials, mire van szükségünk? Hát akkor fát vágunk, hölgyeim és uraim. Az a baj, hogy kéne nekem építenem egy favágó, igen, egy favágó cuccot, úgyhogy először azt fogunk csinálni. Oké, mindent a maga idejében nem szabad sietni, a fákjánkkal most... Várjátok, hogy kell ezt vajon kicserélni? Azt majd megnézem, hogy kell előhúzni a weapon wheel-t.
Ezt meg is nézem most. Azt mondja, hogy nem itt, itt van. Survival Guide, Controls. Partner Skill, Change Weapon, az csak így simán. Oké. Nincs olyan, hogy... Oké. Hölgyeim és uraim! A gameplayt láthatjátok! Mekkorát köptem? Azt a nem jó jel. Oké, szereztünk annyi fát, szerintem, hogy tudunk építeni magunknak egy favágó fejszét, ez valami, amire szükségünk lesz a jövőben. Nagyon jó. Valamikor egyszer majd nappal is lesz, gyerekek? Azt mondja, hogy igen. Stone Axe-re van szükségünk, ugye? Start production, nagyon jó. Hold to work. Fákjával fát vágni? Nem, most egy izével, egy kőfejtővel vágtam fát. Opa, na, oké, úgy. Így, és akkor inventory. Miért nem nyílik meg az I betűre az inventory? Én megőrülök ettől. Inventory. Szóval, így van, 4 fegyverünk lehet. Ez, gyerekek, ez teljesen jó. Oké. Lassan jön föl a nap, de mi kitartóan fát fogunk vágni. Keresek egy fát, amit látok. Hopp. És akkor most annyi fát kell kivágnunk, hogy csinálhassunk egy wooden chestet. Oké. Erről van szó. Na, ezt már szeretem. Ez már rendben van. Vajon kidől-e a fa? Vajon kidől a... Köszönöm szépen. Nagyon jó. Kivágunk 2 fát, és akkor abból kb. Tudunk annyit szerezni, hogy mindenre rendben legyünk. Hungry! A Gergőke éhes. Akkor ez esetben... Miért nem nyílik meg az inventory? Keyboard. Oké. Okay. Hol van a... Controls. Hol van az inventory? Én nem látok egy olyan gombot, hogy inventory? Ha. Very interesting, nem baj. Így fogjuk akkor továbbiakban megnyitni. És ezt a crispy baconnek adunk. Még egy kenyeret megeszünk. Nagyon jó. És így már nem vagyunk éhesek. Még erre is kell figyelni. Hát ez csodás. Jó van, nem szaroztak az emberek. Egy 7-es szintű daydream. Hát téged ma megszerzünk magunknak. Ez... Gondolom a továbbfejlesztett verziója a kis báránynak? Szerintem az lesz az. Így vagy úgy. Pass without beds will get stressed! Még stresszel is a pimp chicken, mert nincsen ágya! Beszarok. Oké, okay, rengeteg mindent kell építenünk, srácok. Kezdjük el először is azzal, hogy... Build menü, wooden chest. Insufficient, miért? Ja, kövünk még nincsen. Akkor azzal kőbányászat következik. Ez nem olyan kő, amit lehet kövelni? Oké. Okay. Akkor kőre van szükségünk. Nézzünk körbe, hát ha látunk követ. Egy másik ember! What up, bitch? Mint minden Pokémon játékban, ebben sincs voice acting. Ennye bejnye. Na nézzük. Mit lehet tőled venni? Jézus Máriám! Jézus Máriám! Oké, okay, oké. Okay. Bone horn electric organ? Ah, oké. Okay. Farming hat schematics. Which hat? Természetesen a sapkák itt is egy nagyon lényeges részét képezik a játéknak. Nagyon adom. Oké, okay, veled most egyelőre nem foglalkozunk, most menjünk követ bányászni. Ez egyébként egy egészen jó kis hely, ahol összeállítottuk szerintem a főadiszállásunkat. Vajon a falnak neki lehet menni? Nem, azért annyira nem vagyunk survival játék. Oké. Okay. Ennek viszont neki lehet menni. Lehet venni tejet? Ó, lesz nekünk tejünk! Paldium fragmentet is szereztünk, az nagyon hasznos. Elfáradtunk, de nem baj. Paldium fragmentek itt vannak körbe mindenhol. Az jó, mert kell fognunk egy rakás bárányt. Úgy néz ki, hogy ebben a izére hajaz a Legends Arceus-re, mert ott is rengeteg Pokémont kell elkapni. Oké, okay, Stone Ore. Most ezt egyszerűen el fogom pusztítani. Oké, okay, még pihenünk. Ja, egy helyben áll. Elértük a súly maximumot, gyerekek. A kurva életbe. Ezt jól látom, hogy lejár a szavatossága a húsnak?
Mi ez a játék? Komolyan mondom. Egyszerűen nem erre számítottam. Oké, ez a másik dolog egyébként, amit gyűlölök. A Starfieldet is szerintem ezért hagytam abba leginkább. Nem csak azért, mert egy baromi unalmas játék, ami semmi újat nem hozott ebbe a játékiparba. Lehet mondani, jaj, de hát mert csak bele kell kerülni, csak az első 8 órát kell túlélni, a Starfield geci unalmas volt, ezt nem lehet megúszni, ezt az abszolút igaz megállapítást. Viszont ami miatt én abba hagytam specifikusan, az a kibaszott weight system. Ezt annyira unom ezzel szarakodni. Mindenesetre miért ragaszkodik egy szerepjáték ahhoz, hogy ne tudjak a hátamra szerelni 300 tonna követ. Milyen realizmust üldözi? TF2 valamikor? Nagyon rég nem játszottam, de lehet. Elnézést kérek, másodperc, kifújom az orrom. Mindjárt jövök. Skacok, tegye fel a kezét az, akinek most van elege a télből. Tegye fel a kezét az, aki pont elég telelt már át, és jöhetne egy kis tavasz. Oké. Okay. Szóval. Akkor most ez alapján meg se tudunk mozdulni. Oké. Változatlanul nem értem, hogy az I-betű miért nem nyitja meg az inventory-t. Akkor mit dobunk ki? Mire nincs szükségünk? Fucking lejár a hús! Én ezt nem értem. Oké, mindegy, megesszük. Use. Tudunk nyers húst tenni? Úgy néz ki, hogy tudunk nyers húst tenni, most megesszük az összes húsnál, hogy lejárjon. Oké. Okay. Aha, meg lehet felezni, az jó. De most, hogy lehet vajon ki... itt van, hogy drop. Aha, és akkor először azt mondom neki, hogy take half. És a felét kidobjuk, nagyon jó. Szépen lassan, de biztosan megértek mindent. Hát gyerekek, én már látom, hogy hova fog az összes pontunk menni. Staminába és weight managementbe. Rendben. Most már végre valahára építhetünk egy wooden chestet. Igen, nagyon jó. Oké. Okay. Too close, nagyon jó. Ezt letettük. És felépítjük. Már dolgozunk a tél ellen, lassan nem lesz soha többé? Abszolút alig várom. Ugye, hogy ugye gyerekek, hogy kurvára elég volt a télből? Még én nagyon szeretem a hideget, sokkal jobban, mint a meleget, de... És egyébként... Jönnek itt ezek a libernyákok, az a globális felmelegedés, többször esett a hó Budapesten. Ez az utóbbi 10 évben nem volt ilyen, hogy többször tapasztalható mennyiségű hó esett Budapesten. Úgyhogy gyerekek, most itt van globális felmelegedés, én kinéztem és láttam havat. Ugye ezen érdemes elgondolkodni. Gondolkodj magadnak. Ne csak úgy higgy el mindent, amit olvasol. Alright. Na nézzük, hogy tudjuk-e base upgrade-et. Base upgrade. Ez mi történt? Ez csak ennyi? Azt hittem, hogy egy kinő valami fal. Vagy valami látványosabb lesz. Így vagy úgy... Megyünk tovább. Unused stat points. Azt mind tudjuk, hova megy. Enhanced stats. Köszönjük. Wow. 50 plusz. Az nagyon jó fog jönni. Nagyon jó. Szóval. Megvan kb. Mindenünk ahhoz, hogy elvégezzük a feladatokat. 30 pelt kell szereznünk. Ahhoz pedig... 30 labdára van szükségünk. Ezt most így végig fogjuk csinálni. Szervusz, Witty Stream. Baza, kijövök dupla óra ének. Mi az éned BIOS szenvedésre, és azt látom, hogy mindenki hógolyózik. Érett felnőtt módjára mindenkit szétlőttem hógolyóval. Abszolút. Hógolyózás az egyszerűen az egy univerzális élmény. Ez nem lehetsz olyan öreg, hogy amikor leesik a hó, akkor ne gyúrj össze egy kocsi tetejéről egy golyót is dobd el az abszolút semmibe. Vagy próbáld el eltalálni az egyik utcatáblát, és az jól ne sikerüljön. Oké, szóval nincsen ágya, várjátok, most először Pimp Chickenről kell gondoskodnunk, gyerekek. Mielőtt elkezdünk elkapni egy rakás pelt, hogyan tudunk neked ágyat építeni? Nézzük meg, wooden chest, campfire, shoddy bed. Tehát az ágy akkor nem nekünk kell, hanem neki. Oké, ahhoz kell még fa. Most már mindent tudunk csinálni. Nagyon jó, kivágjuk itt a fákat, legközelebb itt. Építünk egy ágyat Pimp Chickennek, gyerekek.
Most már két peled lehet a basehez. Ó, az fontos, oké. És ők segítenek a baseben valamit csinálni. Azért lehetne egy kicsit látványosabb a base, lehet, hogy majd látványosabb lesz. Oké, szóval a következő az a shoddy bed. Oké. Built indoors on a foundation with a roof. Oké, akkor foundation-t kell először építenünk. Az micsoda? Jézus Máriám, hogy tényleg fel kell darabonként építenünk a házat? Oké. Én azt... Oké, akkor építünk egy házat. Nagyon jó. Ez nekem egyelőre tetszik. Nagyon jó shoddy bedet rátesszük. Ez kicsit mellé ment, öreg. Ez a te ágyad, az övéké, a másik rendben. Nem baj, nekünk is kell ágy. Akkor az át tudjuk aludni az estét, ez gondolom hasznos. Fantasztikus, egy számítógépet nem volt ilyen lassú felépíteni. És akkor a strawbed, ő megjön ide, de ez kell még egy foundation, én úgy érzem. Úgyhogy építünk ide még egy foundation. Ó, remek! Ó, micsoda csodálatos helyen építettük fel a base-ünket. Szerintem ez rendben lesz. Most már értem, hogy miről beszéltetek. Hol van a strawbed? Nagyon jó. Ez miért tart ilyen sokáig? Tudom, hogy ezt is lehet fejleszteni. Tisztában vagyok vele, hogy ezt is lehet fejleszteni. Ez egy erős túlzás, hogy a pokróc az ennyi időbe telik. Éljen! Hölgyeim és uraim, hát nem ez álmaink lakás? Az szerintem egész jó. És itt lesz majd az ajtó, és kikerülünk az ágyba, és egyben itt vannak a dolgaink. Csodás! Oké. Igen, ezt elfelejtettem minden elhozni, de szükségünk van még Pelsphere-re, úgyhogy most először elmegyünk, és bányászunk egy rakás dolgot. Most először meg kell nézni a technology-ban, hogy mennyibe kerül ez. Azt mondja, hogy wood és stone is kell hozzá, úgyhogy igazából követ kell bányásznunk relatíve sokat. Jó. Megint mindent ki tudunk nyitni. Cloth outfit. Gyerekek, szeretnénk ruhát magunknak? Én nem hiszem, hogy akarunk ruhát magunknak. Alarm bell! Az micsoda vajon? Bell that says the alert status for palace on base. Hogy ez ennyire bázis építős? Nagyon adom! Catcher spells that pass through. Nagyon jó, tehát nyilvánvalóan tudunk autóvadászni is. Ez fantasztikus. Fantasztikus. Én egyre jobban lelkesedek ez iránt a játék iránt. Viszont természetesen most először bányásznunk kell. Annak külön örülök egyébként, hogy ezek a szarok nem támadnak meg minket, folyamatosan engednek minket bányászni. Ez azért elég unalmas lenne egy idő után. Nyiss egy hot tubot, és akkor nem kell ruha. Aha. Ennyi. Én nagyon sok, néha amikor azt nézem, hogy de jó lenne, hogyha több pénzem lenne, akkor mindig elgondolkozok rajta, hogy egy ponton milyen közel kerültem a hot tub karrierhez. Olyan, annál egyszerűbb élet. Csodálatos. Egyszerűen csak üzleti szinten szépnek lenni egy biztos vagyok benne egy komplex dolog, és megvan a maga kihívása. De egy annyira csodálatosan magától értetődő élet lehet. Micsoda cheesy, nincsen még az OnlyFans linken berakva? Hát ezt orvosolni fogom. Tetszik, hogy akármit, tényleg akármit építesz, pont olyan, mintha kicseszett kovács üzemben nyomnál a napi 8-at. Abszolút. Ja, várjátok, vigyázzunk kell, hogy mennyi terhet bírunk el. Oké, várjátok. Oké, én vagyok hülye, gyerekek. Hol lehet beállítani, hogy az I betűre nyissa meg a kurva inventory-t? Én ettől megörülök, ezt meg kell próbálnunk még egyszer. Options, controls. Nincs itt az inventory. Miért? Egyszerűen ez a gamer ösztöneimet megőríti. De nincs is itt más. Nem. Várjátok, oké, igen, és akkor inventory, várjátok, mennyi teher van. Ó, még bőven lehet bányászni. Nagyon jó.
Te is festenél valamit a szexi sváb testedre? Abszolút. Abszolút. Bár mondjuk fel se ismerjétek a szexi sváb testemet, mert azért jóval jobban nézek ki, mint a Hot Tub streamen. Azért visszanézve azért szórakoztató, eléggé összekaptuk magunkat, mi itt Svábiában azóta. De hát ez kell ahhoz, hogy az ember internetes karriert folytasson. Nem. A komplex és izgalmas üzenetek közvetítése nem szépnek kell lenni. Hell yeah. Valamit ezt meg kell adni, hogy a szerencsétlen női internetes tartalomgyártóknak igazából tök mindegy, hogy miről gyártanak tartalmat. A fizikai látványuk az egy folyamatos aspektus a létezésüknek az interneten. Egyszerűen nem találok olyan tartalomgyártót TikTokon, aki politikáról csinál videókat, vagy humor, vagy gender dolgok. Valahogyan mindegyik komment szekcióba odavadásza magát a de szép a hajad. Ez egy borzasztó irritáló lét lehet. Oké. Mire van szükségünk? Pel cuccokra. Oké, akkor a következő, várjátok, most megnézzük azt, hogy még terhet bírunk. Mennyi kövünk van? 50 kövünk van. Nem lesz elég, de most egyelőre iridiumot bányászunk, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, amiből lehet a golyókat csinálni, de azt fogunk bányászni. Elakadtál a bányászásra, mert tönkre ment. Aha! Weapon is damaged! És azzal mit lehet csinálni ilyenkor? Megnézzük, hogy mit lehet csinálni. Ripperelni lehet, gondolom. Ugye? Ja nem, az egyszerűen csak ugye eltűnt a kezünkbe, az hol... Ja nem, itt van, bocsánat, hülye vagyok. Igen. Biztos vagyok benne, hogy meg lehet javítani a workbench-en. Ripper bench. Tényleg volt Ripper bench. Hát akkor csináljunk egy Ripper bench-et is. Alakul ez a bázisunk, gyerekek. Alakul ez a bázisunk. Repair bench. Insufficient material. Nincs elég fánk. Oké. Hát ez egy kicsit izé... pötyörészős, de nem baj. Ez nem egy olyan játék, ami az akcióra épít. Itt szépen lassan kell haladni előre. Először is kivágunk egy fát, hogy legyen elég cuccunk a repair benchhez. Azzal megjavítjuk a pickaxe-et, amivel megyünk tovább bányászni, és akkor talán lesz valamink. Oké, repair bench. Nagyon jó, ezt így rakjuk. Jesszusom, hány kockája van az emberünknek? Ugye? Ez abszolút. Szerintem nem nagyon kell ruhát felvennünk. Én szerintem ez egy félmeztelen only speedrun lesz. Imádom, hogy ennyire végtelenül androgőre csináltuk. Pont nem lehet eldönteni, mert annyira ki vannak gyúrva a mellei, hogy még arról sem lehet pontosan tudni, hogy melyik dimenzióba jár. Oké. Okay. Item management. Repair. Mi kell a repairhez? Stone és wood. Repair. Na. Most mi van? Ja, már megtörtént. Csak nem mutatta. Oké, akkor most lehet újra. Oké, nagyon jó. Megyünk vissza. Hát én nagyon szeretném már ezeket abálni, de úgy néz ki, hogy nem nagyon fog sikerülni. És most már azt is értem, hogy nem úgy kell gondolkodnom, mint a Pokémonban. Tehát nem a mi csirkénk fogja agyonverni őket valószínűleg, hanem mi. Oké, fát mindig felveszünk, golyókat mindig felveszünk. Ott van valami máshogy csillog, mint ahogy eddig. Látjátok azt a zöldet? Ezt ki fogjuk bányászni. What up, bitch? Miről szól a játék? Ez egy gyakorlatilag egy túlélő szimulátor Pokémonokkal és fegyverekkel, de a túlélő szimulátorokban bőven vannak fegyverek, úgyhogy azt mondanám, hogy ez egy ilyen, ja, egy ilyen survival game Pokémon aspektusokkal. Ami egyébként sokkal jobb ötlet, mint ahogyan az elsőre hangzik. Bizonyos dolgok, mint... Tehát ez nagyon érdekes egyébként, hogy kiadták Early Access-ben a játékot. Leaf Monk Effigy. Collect Leaf Monk Effigy and offer them to the Statue of Power to improve your ability to capture pals. Oké. Okay. Szóval, hogy... Alapvetőleg én sokkal bénább megközelítésre számítottam, de ez egyelőre nagyon jó. Oké. Okay. És annyi paldium fragmentet bányászunk, amennyit csak lehet, és most jutott eszembe, hogy gyerekek, tudunk chestet építeni. Fogunk chestet építeni, és abba bányászunk egy rakás dolgot. Teljesen egyértelmű. Ó, a te cuccaid is agyonverik őket? Jó, mondjuk sejtem, hogy egy ponton túl lesz ilyen kombat. Csak most egyelőre én fogok szerintem csinálni egy lunge-t, és azzal elmegyünk vadászni egy kicsit, hogy szerezzünk húst, mert kezdek éhes lenni. Sőt, szerintem ezt a macskát most megeszem. Mit szóltok ehhez? Nem tudom, hogy melyik. Nézzük meg, hogy melyikünk sebez a legtöbbet. Azt mondja, hogy... Durability, ez csak durability van, nincs az mennyit. De attack 20, nagyon jó. Hát mind a kettő alapfegyverünk ennyi, úgyhogy most ezt a macskát megverjük. Gyere ide! Gyere ide!
Bitch! Nagyon jó. És most, hogy megvertük, visszük a hulláját vissza a bázisra. Hopp, egy kicsit belementél a földbe. Nem baj. Mi történik? Miért lett minden ilyen sötét? Alright. Kaptunk ezzel valami használhatót? Hús? Nem. Oké, okay, akkor az a csirkéket kell ölni. Most minden minden arc menekül elő. Die! Die! Biztos, hogy támadnak. Na. Szarra ment a pickaxünk? Nem baj. Nagyon jó. Szereztünk pár csirkecombot, ezzelre szükségünk lesz a jövőben. Oké, okay, építünk egy chestet, és beleszedünk mindent, ami... Beleteszünk mindent, ami szükséges. Most kérdésem a következő, vajon a chestben lévő tárgyakat nekünk az inventoringba be kell tenni, hogy tudjunk craftolni? Vagy azt ő beszámítja a rendszerbe? Meg fogjuk nézni. Azt mondja, hogy wooden chest. Ja nem, azt már építettünk egyet, de hülye vagyok. Oké. Okay. Ebbe beleteszünk követ. És beletesszünk fát, és most megnézzük, hogy ezt vajon ő beleszámítja-e. Igen! Igen, beleszámítja, zseniális! Na ez volt a lényeg, hogy ezzel ne kelljen szarozni. Ez a Stardew Valley-ben egy elviselhetetlen dolog. Alright, hát akkor ványászunk még fát. Mondhatni, kivágunk még fát. És akkor rendben leszünk. Végre egy játék, ami chestből craftol, ugye? Ugye? Ez annyira egy magától érthetődő mechanikai alap szerintem, és tök sok játék nem tudja bejátszani. Oké. Okay. Mert így tudunk kigyűjteni annyi nyersanyagot, amivel már komfortosan tudunk mindent craftolni. Na most a kérdésem a következő, ezek a fák vajon újra nőnek-e? Annak még nagyon örülnék. A bázis területén belül működik. Csodálatos. Csodálatos. Nagyon jó. Kivágunk még egy fát. Mi van ott lent? Igen, újra nő minden. Ez egy jó játék lesz, gyerekek. Én azt sejtem, hogy ez egy jó játék lesz. Kíváncsi vagyok, hogy multiplayerben milyen. Lehetség, hogy ennek a karrierét figyelmmel fogom kísérni. Egyelőre én abszolút meg vagyok elégedve. Azt mondja, hogy F open, és akkor rakunk beléd még fát. És mondjuk, mi az a, hol van ez a palládium? Vagy hogy hívják azt? Hát erre sincs szükségünk. Van tojás, azt magunknál tartjuk, hát ha meg kell enni. Kérlek szépen, itt van a palladium. Paldia, ja persze, mert Palworld. Oké, ezt is betesszük ide. Fiberre sincs szükségünk. És akkor megnézzük, hogy most mennyit tudunk craftolni. Kérlek szépen 13-at. Oké. Lassan megvan annyi, amennyi kell ahhoz, hogy végigvigyük a tutoriált, amihez 30 pel kell. Mikor arkba olyan nyerget találsz, hogy nem fér el alapsztekeknél, hogy lecraftold. Én nem játszottam az arkkal, gyerekek, ez szégyen? Nem tudom, hogy ez mennyire alap. Mindig nagyon érdekelt, és valahogy sose kezdtem bele, mert minden alkalommal, amikor eszembe jutott, akkor egy olyan sztori kapcsán jutott eszembe, hogy valaki azt mondta, hogy mennyit dolgozott az ő accountján, és azért legriefelték a szerveren lévő többi játékos, és elvesztett mindent. És akkor így arra gondoltam, hogy nincs erre igazán szükségem. Én manapság úgy válaszom meg a játékaimat, hogy az maximális élményt nyújtson, és ne basszon fel egyáltalán, mert arra már az élet maga elég fárasztó. Nem kell, hogy még idegesebb legyek. Oké, okay. Szóval, hogy kő fogyott el, úgyhogy kőért megyünk megint. Hát várjatok, mert igen, azt mondja, hogy ez most... De nem, ez most jól van ez. Nem tudom, hogy miért nem tudtuk tovább támadni a csirkék. Lehet, hogy elfogyott a staminánk. És nem figyeltem. Oké. Okay. Aha, és ez a kör az, ami a bázisunkat képviseli? Csodás! Csodás! PvP-zni csak az oroszokhoz megyek, hogy tönkre tegyem az életüket. Look at him! Hát ez ekkora! Szükségem van rá. Abszolút nem merem megtámadni, de erre szükségem lesz. Én ezen akarok ülni. Nem tudom, hogy miért ezt bányászom, erre nincs szükségem. Követ akarok találni. Jaj, ne, most megint este van ki nyugalomba. Hát nem baj. What up, bitch? 35-ös szintű. De ő se támad meg. Nagyon örülök neki. Nagyon örülök neki. Ez egy kicsit irritáló, hogy nem lehet a falat bányászni kőért. Nekem arra szükségem lenne, de ezt a falat se lehet bányászni kőért. Uh-huh.
Igen, nincs animáció rá, hogy elfogyott a staminád, ezért nem vettem észre múltkor se. Egyszerűen csak az úrhölgyemény megáll, és nem csinál semmit. De most már tudom, hogy ez mit jelent. Cheese! Oké, megnézzük az inventorinkat. Ó, bőven lehet még. Hát ez egy bányászás szimulátor az elején, de úgy gondolom, hogy lesz. Lesz itt még izgalom. Minden esetre egyelőre gyűjtünk egy rakás. Vaj, ez csak orr? Ez nem kő? Az nem kő, igazad van, köszönöm szépen, hogy szóltatok. Nem figyeltem. Ó, azt se tudom, hol vagyok. Oké, elővesszük a fáklyát. Megyünk haza aludni. Most megnézzük, hogy tudunk-e aludni. Szerintem fizikailag fogunk tudni aludni. Én tudok aludni minden esetre. Na nézzük, hogy ez kő, akkor ezt még kibányászok úton hazafelé. Nem ököllel. Igen, oké, remek. Jönnek a zombi pokémonok? Biztos vagyok benne, hogy vannak zombi pokémonok. Várjál, van zombi pokémon? Szerintem nincs zombi pokémon. Van ez zombi pokémon? A Grivard, talán az új játékokban, a 9. generációban. De szerintem a Grivard, nem, ő is egy szellem. Van zombi pokémon? Gyerekek. Én most nem jut eszembe hirtelen. Weapon is damaged. Ennyik voltunk. Vízbe beugorva elalszik el a fákja. El. Vízből kijöve újra gyullad a fákja. Csodás. Oké, megyünk aludni. Kicsit lassan futunk, ez irritál. Paraszekt! A paraszekt az egy zombi. Igazad van, a paraszekt az zombi. Most bejöttünk el. Mission complete. Powerbox upgrade available. Fantasztikus. Nagyon örülök. Nagyon örülök. Akkor upgrade-eljük a powerboxunkat. Base upgrade. Aha! Értem. Oké. Okay. Base upgrade. Nagyon jó. Base level 3, megyünk aludni. Sleep. Can't use bed without a roof? Hát, öreg! Nem tudom, hogy fesztiváloztál-e már. Remekül lehet tető nélkül is aludni, hogyha az ember megfelelő állapotba kerül. Oké. Okay. Ez esetben agyonfagyunk, és nincs kajánk. Várjátok, először eszünk. Ez egy igazi szirmai életmód, hogy hajnali 2-kor te még dolgozol. Kérlek szépen, építünk tetőt. Wooden wall. Na mi van? Várjátok, ezt remélem, hogy... Aha. Overlaps with the adapter. Igen, kitettem az... Túlságosan kitettem az ágyat. Na most hogyan lehet elmozdítani a már kész ágyat? Gyerekek. Hogyan lehet? Mert hogyha build menüt megnyitom... Akkor... Nincs olyan, hogy move object. Sehogy! Sehogy! Akkor építünk még egyet. Nem tudom, hogy miért borultam ki egyre ezen. Egyszerűen csak ide építünk egy falat. Nagyon jó. Kérlek szépen, wooden foundation. Nagyon örülök ennek! Hát ez borzasztó szórakoztató. És szuper Fortnite-os. Szintet léptünk, mert építettünk falakat. Nagyon jó. Oké. Okay. Remélem, hogy lesz elég fánk. Várjátok mi? Úgy. Jó. Meglepő a hasonló. Mint a Fortnite. Nagyon jó. Oké. Okay. Ne falaszd be magad, szirmai, ne falaszd be magad. Az, hogy nem lehet elmozdítani az ágyat, az egy hatalmas hülyeség, de most építünk magunknak egy wooden doort. Így. Oké. Okay. És wooden volt. Nagyon jó. És most építünk, azt mondja, hogy open... Security settings, hát én ezt zabálom. Wooden roof. Most egy simán wooden roofot csinálunk. Ez kicsit irritáló, hogy egyenként kell. Igen, egyenként kell, nem lehet sehogy megoldani, hogy ne kelljen folyamatosan kiválasztani. Hoppá, fel ne gyújtsad, szirmai! Na, ez az. Hölgyeim és uraim, építettünk egy házat magunknak. Hát ez a király. Tudunk aludni? Tudunk. Mi volt ez a hang? Oké. Okay. Hát ez teljesen rendben van. Építettünk egy fát ide.
és ő lesz majd a nagy Big Boss, akit egyszer levadászunk. Rendben, következő feladatunk a következő. Select recipe, és ebből építünk annyit, amennyit... Mi? Csak egyet tudunk építeni belőle? Rosszul láttam? Aha, nem. Tényleg rosszul láttam. Max, mert itt kell kimaxolni, start production. Jól van, szerintem ezzel már meg lesz a 30, bár nem. Valószínűleg még egy kicsit kevesebb van, de nem sokára ott vagyunk, ahol kell lennünk. Milyen a map? Nem tudom. Egyébként geci kínos, hogy egy early access játék egy relatíve no-name stúdiótól ennyivel szebb mappet rajzol, mint a Pokémon Company. Ez a teljes gameplay arról fog szólni, hogy szivatom a Game Freak-et. Csak szólok. Erre készüljetek fel. Oké. Okay. Megnézzük, hogy mennyi labdánk van. 21, akkor kell még. Oké. Okay. Beteszünk a chestbe mindent, amire nincs szükségünk. Ezek kaják, az kell, ez nem kell. Nagyon jó. Mi ez? Pénz, arra szükségünk van. Megaszfér. Oké. Okay. Ó, tehát ez a Great Ball. Oké, okay. Nagyon jó. Ez esetben erre sincs szükségünk, bár gondolom nem túl nehéz. Na. És újabb bányászás következik. Are you guys ready? De előtte megjavítjuk a cuccunkat. Kérem szépen, nem tudunk-e egy jobb pickaxe-et gyártani? Most azt keresem. Fire arrow, fire bow. Normal parachute? Hát ez tényleg nagyon Zelda. Berry plantation! Fantasztikus. Common shield. Strange shield that made problem technology repairs its spells when not taking damage. Miért kell nekünk shield? Ja, tudom, hogy miért kell shield. Minden tiszta. Miért nem tudunk egy jobb pickaxe-et gyártani? Az hol vannak a jobb pickaxe-ek? Itt van, metal pickaxe, az még messze van. Ez esetben sajnos ezzel vagyunk, úgyhogy item management, és őt megjavítjuk. Nincs elég fánk. A változatosság kedvéért. Ne dobálj! Aj, bassza, meg dobálom itt a labdákat feleslegesen. Oké, okay, újabb favágás következik. Szervus, sajós olyan! De ennék már epret? Én a izémet várom. Fekete ribizli ültetvényemet. Idén dinnyét fogok csinálni, kenesén gyerekek. Be fogtok szarni. Nagyon-nagyon-nagyon jó a talaj kenesén, úgyhogy az ilyen nagy leves gyümölcsök azok könnyen és gyorsan megnőnek, úgyhogy szerintem gigászi méretű kocka alakú dinnyéket fog gyártani kenesén. Az az idei vágyam. Lemegyek relatíve hamar, és megcsinálom rendesen nekik az ágyást, megnéztem interneten kb. Hogy kell. És jó lesz. Weapon is the... Aaa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 
Ez egy kicsit unalmas ez a Reaper kör, de nem baj, haladunk előre. Oké, szóval először őt Reaper, aztán őt Reaper, nagyon jó. Mindenki Reaper-elve van, és most mennyi az inventorink? Ahol tudunk statpointot is csinálni, hát workspeed, enhanced stats, workspeed, azaz. Oké. Szóval, hogy kő és fa. Oké, mindenből kell, úgyhogy mindenből szerzünk. Ott egy chest. Egy kicsit mennék már rá a lényekre, úgyhogy lehet, hogy ezután egy kicsit abba hagyjuk. Van elég golyónk ahhoz, hogy valamennyit előre haladjunk. Szerintem kezdem megúni ezt a favágást, úgyhogy megyünk és gyilkolunk. Ha személyesen tőled lehet venni a kereskedelmi piacon, akkor én fix rámennék a dinnyéidre. Nem vagy egyedül. Szóba nem jön, hogy eladjam egyébként. Szóba nem jön. Azokat a nudlival ketten fogjuk megenni. You're overweight. Ah, na jó, most untam meg. Megyünk bárányra vadászni. Na most itt... Mindjárt ott vagyunk. Build feedbox! Oké, építünk feedboxot is. Ide rakjuk, és a követ is ide rakjuk. Oké. Kérlek szépen. Jó van, mindegy. 20 golyónk van. 20 golyó elég lesz. 27 golyónk van. Tudunk-e még csinálni 3-at? Kész! Fantasztikus. És a kicsit feltoltam, hogy gyorsabban craftoljunk. Oké, jöhet a következő szegmense, mert megvan a 30 golyónk. Viszont ezeket nem szabad felelőtlenül eldobálni. Egyszerűen azt fogjuk csinálni, hogy 30 pelt kell elkapni, és 5 lambolt. Oké.
Oké, akkor először az öt bárányra megyünk rá. Várjátok. Egy dolgot még csinálunk. Ez pedig az, hogy egy új fegyvert csinálunk. Szerintem íjat vagy dárdát, gyerekek? Íjat vagy dárdát? Elnézést, kifújom az orrom. Mindjárt jövök. He's back. Íjat? Oké, csináljuk az íjat. Kérem szépen, mit kell ehhez csinálni? Set recipe. Természetesen nincs meg mindenünk hozzá. Mi kell? Stone, oké. És aztán arrowhoz és stone kell és wood. Oké, akkor követ kell bányászok. Akkor még... Ne dobáld el! Aj, Istenem. Véletlenül mindig rányomok a Q betűre, és akkor eldobálja a labdákat. Oké, akkor szerzünk még egy kis követ. És onnantól kezdve mehetünk. Az orr, tehát az nekünk nem jó. Viszont a kő úgy néz ki, hogy azért... jövöget. Úgyhogy... tudunk szerzni megfelelő mennyiségű követ. Sok ammó is kell, szerzünk sok ammót. Azért megnéztem külön az ammóhoz mi kell. És meglepetés, de kő és fa kell, úgyhogy rengeteg követ és fát fogunk szerezni. Hogy szikrázik ez a szikla? Így van! És néha így megrodjik egyet. És akkor várjuk, hogy visszatöltődjön. Lehetséges, hogy én egy kicsit türelmetlen vagyok, de mondjuk egy idő után úgy gondolom a pokémonjaink fognak tudni helyettünk bányászni, valami, amit abszolút támogatok. És az így remek lesz. Oké. Bőven van még. Gyerekek, én azt mondom, hogy most pakoljunk fel magunkat kővel. Pakoljunk fel magunkat. Ezt is lehet? Igen. Annyi követ szerzünk, amennyit csak bírunk. És akkor... egy ideig nem kell ezzel hülyéskednünk. Na most nézd, miért nem mutatja, hogy ott van, hogy mennyi az inventorink. Nagyon jó. Oké, mindjárt tele vagyunk. Hát ez csodás. A UI-ja, nagyon ronda a játéknak a UI-ja. A kinézetet, a menürendszernek, amit láthatunk aktívan ugye a képernyőn. Tehát nem menürendszer, nem tudom, hogy ez hogy van magyarul a UI. User interface. Szóval ez kifejezetten ronda, viszont minden információ rajta van, amire szükségünk van. Lesz majd lerakható, kiapathatatlan kő és for... hála Istennek! Hála Istennek, akkor tudnak farmolni helyettünk. Remek, ez a játék ezt pontosan érti. Oké, akkor nem vagyok türelmetlen, mert úgy néz ki, hogy ez a játék az odáig fog fejlődni. Remek. Oké, van egy rakás kövünk, úgyhogy csinálunk egy ilyet. Old bow. Start production. Felhasználói felület. Igen, így van. Ha van körön belül kő, akkor a macska bányászik, fogunk egy macskát is ide küldjük. Ez lesz az első. Nagyon jó. Acquire, select recipe, és mondjuk mennyi... ja. Start production. És csináljunk 147 töltény neki. Szegény Geodude látná. Így van. Azt vártam egyébként, hogy az egyik kőből egyszer elugrik valami, és elkezd minket agyonverni. De úgy néz ki, hogy itt ez nem annyira agresszív ez a játék. Hagyj egy kicsit érvényesülni az elején, ami egy nagyon-nagyon pozitív dolog. Nem azt mondom, hogy ez a tutorial szegmens, ez jól van megalkotva, mert nem adja meg igazán a folyamatos fejlődés élményét. Ugyanakkor viszont rengeteg mindent a te kezedbe tesz. Tehát én, ahogy hallottatok a stream során, egy 40 dolgra rácsodálkoztam. Ez alapvetően a jó megközelítése a játék, a tutoriálnak és a játék felvezetésnek. Minél többet tud a játékos ilyen heuréka módon megtapasztalni, annál jobban fog kötődni a játékhoz magához. Jó érzés okosnak lenni. Ugye a Sudoku is erre épül, ami nem egy nagyon komplex játék, viszont folyamatosan felfedezési élményét adja az embernek, és ezért nagyon szórakoztató, én is nagyon szeretem. 147 nyíl, igen, az a sok, szerintem az elég, nem? Repair kit! Repair kitet is fogunk tudni csinálni. Ez ennyi ide... ez még csak 24-nél tartunk? Hármanként csinálja. Hát jó. Zeldának is ez volt a sikere. Abszolút! Gyerekek, ha nem jön ki a Baldur's Gate, magasan és messze az új Zelda lett volna az évjátéka. És így is megkérdőjelezhető, hogy minden aspektus szempontjából a Baldur's Gate jobb. A Zelda az egy kibaszott legendás játék lett. Az egyszerűen fantasztikus.
És ezért utálom a Nintendo-t, mert minden alkalommal, amikor pont kezdem megúdni a szarakodásait, akkor így előmászik a mocsárba, és ja, itt van az egyik legjobb játék, amit valaha gyártottunk. És visszamászik a mocsárba. Letiltani a moddoló játékok, embereket YouTube-ból. Kell a játékosnak a dopamin ahhoz, hogy legyen motivációja craftolni. Úgy általában egy játékba haladni. Úgy általában egy játékba haladni kell, ja. A Baldur's Gate-nek mi volt a legnagyobb erőssége? Baldur's Gate-nek a legnagyobb erőssége. Függetlenül attól, hogy te szereted az RPG-ket, vagy az akciójátékokat preferálod inkább. Tök mindegy, milyen ember vagy és honnan jössz. A Baldur's Gate legnagyobb erénye az volt, hogy bazd meg. Szett pénzbe került, kijött, működött, élménydús volt, és kész. Most már lehet moddolni is egyébként. Tehát még a szabadságot is megadták a játékosoknak. A Baldur's Gate egy 30 éves játékfejlesztői filozófiát követ, ami javarészt a 90-es években arra alapozott, hogy legyen jó a játék, és akkor meg fogják venni az emberek. A Baldur's Gate felelevenítette ezt a régmúlt, ősidőkbe merülő üzletfilozófiai megközelítést. De nem hülyéskedek, a Baldur's Gate egyszerűen egy szolid játék, bazd meg, minden szempontból. Faszán lett összetéve, izgalmas, élménydús, kreatív, de így kész van. És csak úgy játszhatsz vele, ami csodálatos dolog. Csodálatos dolog. Még mindig craftunk, ne aggódjatok, nem maradhatok le semmiről. Egyébként meg a Baldur's Gate egy eszmétlen mély RPG, ami nagyon hitelesen ábrázolta a Dungeons and Dragons-nek a játékmechanikai alapjait. Rendkívül kreatív és izgalmas történetet mesél el. Ez túlzás. Szóval nem nagyon kreatív, de egy teljesen potens történetet mesél el, viszont fenomenális karakterekkel. Legendás voice acting van benne, mindenki nagyon szerethető, és mindenki románcolható, és olyan régi ilyen Mass Effect-esen bele tud szeretni a karakterekbe a szó majdnem minden értelmében. Úgy igazán meg lehet őket szokni, és a történetüket meg lehet ismerni, és az egészet mondom, egy ilyen gazdag, szociális élményt nyújtó történetmesélés, egy rendkívül korrekt történettel magával, és izgalmas, mély játékmechanikai rendszerre tálalva. Oké, elég lesz nekünk a 90? Szerintem elég lesz. Oké. Meggyőztetek, hogy ebből elég lett. Oké, a követ betesszük a chestbe, a fiber betesszük a chestbe, soha semmire nem használjuk, majd biztos kellni fog valamire. Mi az, ami biztos nem fog kelleni nekünk? A fánk az már is fogyott. Hol van a fánk? Hol a fánk? Ennyi fánk volt? Cancel. Aha! És most kaptuk vissza. Értem, tehát ez addig ő megtartja. Értem. Oké, gyanúska voltál. Nagyon jó. Oké, megvagyunk. Inventory-ba betesszük a... De itt van az... Itt van. Aha, megvan. Oké, megyünk vadászni, hölgyeim és uraim! Készüljetek föl! Izgalom a tetőfokára hág. Amire szükségünk van, tehát az 30 pell. Ez először le kell őket gyengíteni. Csak ennyit sebe, ez nem olyan sok. Oké, és akkor megdobjuk egy... Opa. No pell spheres available? Miért? Itt van a Pell Sphere. De itt van a Pell Sphere. Mi? Várjátok. Hungry vagyok, először is ennem kell. Most, bocsánat, ezt megöljük, mert kell csirkeláb is. Ja nem, a Pimp Chicken, ő velünk van, megmentett a Pimp Chicken? Vagy ő mi volt? Ő kijött megvédeni minket? Ő már 6. szintű? Nem értem, hogy mi történt. It seems hungry. Várjátok, oké. Okay. Nem, most megyünk küzdeni, majd aztán építünk neki etetőt. Szóval, itt van a Pell Sphere, de ezt valahova be kell tennünk. Accessory-ba? Nem. Akkor nem értem. Ugye? Haló, tedd ide! Nem akarja ide tenni. Nem értem. De most megműködött. Nyom meg a kettest. Oké. Okay. Nem pontosan ér... Ja, látom. Aha, jó. Oké. Okay.
Akkor most először is levadázzuk ezeket a srácokat. Vajon a többiek ránk támadnak? Nagyon jó. 100% capture rate. Most a többieket is levadásszuk. Ha, ez nem sikerült? Őt megöltük, nem baj. Őt is megöltük, nem baj. Nem baj, ételre amúgy is szükségünk van, van egy rakás tojás, az csodálatos. Hulláikkal lehet gurigázni. Óvatosan kell ezt a damage-et kiosztanunk. Jaj! Jaj! Jaj, túl nagy rá a sapka, de azért hordja. Hú, Kratis! Ez a gyengém, gyerekek. A gömbölyű cuki lényecskék az azért az a gyengém, azt meg kell hagyni. Gyere, megölünk Húkratész. Neki relatíve sok damage-e van, vagy sok HP-ja van. Oké. Gyere ide, Húkratész. Elkapunk. Oké. HP-nkat figyelm közben. Lenyomjuk mondjuk 50-ig, és most. 28%! Gyere! Yes! Húkratészt elkaptuk! Fantasztikus! Viszont nekünk bárányokra van leginkább szükségünk, úgyhogy azt fogjuk csinálni. És éhesek is vagyunk, hungry, úgyhogy... értem! Őket is lehet etetni, Csikipit is megetetjük. De jó! Jó. Csikipi, az tele van. Nagyon jó. Honcskró? Egyébként igen, a honcskró, egyértelműen. Look at him! Hát itt micsoda felfedezések történik, most először ezeket a izéket, hoppá. Ezeket a cuccokat meg kell ölnünk. Jó nagy a damage-e, puff, nagyon jó. Miért nem találta el? Viszont fel lehet szedni, nem lehet felszedni. Aha! Tehát ennyire kell lesebezni őket, tiszta. Ő el van ájúva, úgyhogy most gyerekek, nem lesz elég nekünk az a... Hoppá, megöltük. Ez a nyíl, az nem lesz nekünk elég, relatíve, már csak 66, aha. Már csak 66 nyíl veszünk van, az lehetséges, nem lesz elég. Oké, mire toljunk? Atakra tolunk, hogy kicsit azért erősebbek legyünk. Köszönjük. Oké, most próbáljuk nem megölni őket. Megnézem, hogy kb. Megy, azaz, kritiká hit! Nagyon jó, megvan még egy. Így van. És ugyanúgy, mint az Arceus-ban, elég egyszerűen odadobni a labdát, aztán megyünk tovább. Ho-ho! Oké. 5 lambolt kell, megszerzünk egyelőre, 2 sikerült. Barit visszaviszed Kraftol helyetted. Kraftol helyettem? Hát ez csodás, az mit csoda ott? Te mi vagy? Ja, azért csirke hulla. Oké. Na ide figyeljé! Oké. Bazd meg, mindig megölöm. Óvatosabban, szirmai. Oké, most oda megyünk, és akkor ezzel még lekeverünk neked 2-t. Bazd meg! 1-et! Oké, lassan kezdem megtanulni, mennyi HP-jük van. Na gyere ide. Oké, első szintűt egyszerűen ezzel levágjuk. Paf, 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 paf. Oké. Nagyon jó. És ezt el is kaptuk. Nagyon jó! Lassan csak sikerül nem megölnöm mindenkit, az mi az? Fox Sparks, szóba remélem, gyűlölöm a rókákat. Hopp, 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 ott egy kicsit beakadt. Azaz. Nem tudom, hogy mit csinál az öreg ember. De nagyon szeretne valahova eljutni. Na ebben teljes mértékben hitelesen Pokémon. Tehát az, hogy a távolban teljesen beglitchelnek az állatok, az abszolút hiteles. Fogunk egy ilyet is, gyere ide. Uff, mekkora headshot. Nagyon jó. Oké, még egy. Nem. Capture rate csak 38, most 46 elég lesz. Gyere, fogtunk egy ilyet is. Nem sikerült, opa. Oké. Hopp. Még egyszer, megpróbáljuk. Nagyon jó. Nem! Naj, bazd meg. Maradjál benne! Most nem többet meglőni, mert megdöglik. Úgy néz ki, hogy ő nem akarja, felegylövünk még egyet. Meghaltál. Tudtam én. Látod, ezt kapod? Szaros Eevee másolat. Oké, annak még nem megyünk neki, viszont kezd elfogyni az életünk, úgyhogy lehet, hogy hílelünk. Lehetséges, hogy hílelünk kéne. Vajon tudunk-e csinálni... ez a Fearbox-ot, ezt majd egyébként, ezt, igen, ezt ki kell nyitnunk, de van-e olyan, hogy Healing Potion?
Healing potionre van szükségem. Healing potion. Mi ez a ranch? A farm for raising sheep and fowl like pals. Assign a pal appropriate traits to a farm to automatically produce. Nagyon jó. Ez nem Vulpix, van a 8. generációban Nikit, ugye? Thievul! Thievul, úgy hívják. Csak az dark típusú Pokémon, de van egy specifikusan így kinéző róka. Oké, az első neki menetelünk, az nem volt annyira rossz, 6-ot fogtunk. De most egy kicsit visszajövök, és megnézzük, hogy mit tudunk itt a bányába csinálni. Lassan amúgy is lemegy a nap, úgyhogy oké. Tehát, építünk egy feedboxot. Az az első. Feedbox. Nagyon jó. Ezt ide kitesszük. Gyönyörű vagy, csak be akartam nézni és küldeni egy kis szeretetet. Köszönöm szépen, Nessai! Hogy merészelsz amúgy? Hogy merészelsz? Értitek, bejön bazd meg, megdicsér és eltűnik? Tipikus. Szív roppantó élmény. Köszönöm szépen. Oké, szóval. Gyerekek. Az én paljaim erősebbek? Hogy merészelsz? Vagy hadcsirkém van? Szóba nem jön. Gyere ki, bazd meg. Gyere ki. Oké, gyerekek, mostantól arra gyúrunk, hogy multiplayerben nagyon verjük a Nessai-t. Én sejtettem, hogy nem csak a frizurámat akarod megdicsérni. Oké, srácok, mostantól hardcore sweaty gameplay következik. Addig alszunk, ameddig lehet. És felgyúrjuk magunkat, és neki menjünk a Nessai-nak. Ez lesz! Beef! Még hogy az én peljeim erősebbek. Biztos vagyok benne, hogy neki nincs is amúgy hat csirkéje, mint nekem. Alright. Feedbox, it seems hungry, az megtörtént. Oké. És akkor most hogyan tudok ide rakni? Igen, a PEL-be bemegyünk. Base upgrade-ra nincs szükség most. És akkor ide tudunk tenni. Oké. Ő mit csinál? Azt mondja, hogy Dark Knowledge Air Cannon. Oké. Ő mibe segít? Ott van, hogy ő Hukratész. Ő View Details. Hukratis Gathering, tehát ő gyűjt dolgokat. Remek. És Lemból ő pedig craftol, azt mondjátok, ugye? Hát akkor rakunk be őt így ilyet. És így leesik a tetőről. Nagyon jó. Destructive, az mit jelent? Sand drops faster. Mi az a sand? Oké, mindegy. Handiwork, transporting és farming, ez mind remek. Tehát a különböző pelek, Jézus Mária, mert ezeknek különböző képességei vannak. Ő egy motivational leader. Sokkal jobb. Ő egy motivational leader. Increase to player speed. Tökéletes. Handwork, transporting, farming, ugyanezt tudja. Remek. Fluffy shield, remek. Kérlek szépen. Ő mit tud? Megnézzük őnek is a különleges képességét. Increase in movement speed. Hát én ott nagyon bírom. Ő pedig gathering. Remek. Akkor viszont kell a base upgrade, hogy tudjunk még többeket csinálni. Build a straw pole bed. Oké. Akkor építünk még ágyakat. De azok, ti kinn alszatok, srácok. Én csak pimp chicken aludhat oda bent. Kérlek szépen. Straw pole bed. Ti itt alszatok. Aj! Aj, megcsinálja magától! Imádom! Ez a legjobb játék a világon. Insufficient funds, oké. Mi addig megyünk bányászni, vagy rá tudjuk küldeni valamelyiket? A sapkás pirészt rá tudjuk küldeni. Na gyere ide! Na gyere ide! Hol lehet téged átnevezni? Hukratészt azon átnevezzük sapkás pirészzé. Oké, szóval sapkás pirészt rá lehet küldeni arra, hogy ő bányásszon valamit? Nézzük meg, hogy mit csinál az öreg pirész. Nagyon úton van valahol. Kicsit lassan, de azért úton van. Bányászik. Aha! Világ pirész, bazd meg, nyomjad már! Én megvárom, még bányászik valamit. Vajon... Oké. Okay. Legalább annyira hasznos, mint a valóságos sapkás piréz. Nem, 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 nem.
Oké, köszi szépen, Piréz, a fantasztikus munkát, amit művelsz. Bogyókat gyűjt, értem! Cica bányászik a bagoly, csak pakol a földről. Értem! Oké, köszönöm szépen, mindegyik Pelnek más dolga van. Ez egy fantasztikus játék, gyerekek. Ezért kellett jó helyre építeni a bázis, most már értem, mert itt nincs kő neki, és ezért nem tud miből bányászni. Áááá! Hát srácok, hogyha én ezt előre tudom, de nem tudtam előre, semmi gond nincs. Olyan helyre kellett volna raknunk ezt a szart, ahol van kő is, meg fa is. Íha, nem baj. Nem baj. Ki tudnak menni egyébként a bázisról? Csak ki tudnak menni a bázisról, nem? Én azt sejtem, hogy ki tudnak ők menni a bázisról. Ne hazudjatok nekem, ki tudnak ők menni a bázisról. Leather, oké. Okay. Követ is betesszük. Van egy rakás húsunk, azzal nem tudom mit lehet csinálni. Gondolom meg lehet sütni. Van egy rakás tojás. Ó, ezt gyorsan megesszük, oké. Okay. Gyorsan, mert lejár a hús! Crispy bacon, megeszi. Crispy bacon megeszi, nagyon jó. Oké. Okay. És ő megmegy, gathering. Mit hoz? Fát, ugye? Aha, jaj, de cuki. Tudsz lerakni majd kőfarmot? Ah, akkor ennyit fogunk csinálni. Csodás, csodás. Megnézzük a Technology Tree-t, egyébként biztos vagyok benne, hogy egy idő után meg lesz. Lesz majd való kőfarm, sandbag. Mi elől kell védeni a bázisunkat? Kik fognak jönni ellenünk? Ilyen pokémonok jönnek, amik már agresszívak? Vagy más játékosok? Vagy mi itt a feladat? Wooden Tavern Furniture Set. Ah, értem. Minden tiszta. Mounted torch, place it with base light surrounding area. Font, gyerekek, imádom ezt a játékot. Berry plantationre van leginkább szükségünk. Az ugyanis, produce berries at the base, requires spell with planting, watering and gathering suitable. Oké. Okay. Aha. Normál peresütot is csinálunk magunknak. Fireball! Nagyon jó, lehet, hogy csinálunk egy olyat. Statue of power. Oké. Okay. Rengeteg mindent ki tudok nyitni, de nem fogok semmit megépíteni egyelőre. Oké. Okay. Megyünk tovább. Ó, még van szükségünk lambollokra, úgyhogy ezt őket megöljük. Oké. Okay. Egy nyíl. Nem. Oké. Okay. Ki van ütve? Bazd meg, ez is meghalt. Mindig rosszkor ütöm a kritikát, pont mint a Pokémonban. Semmi gond, a pelyeim már dolgoznak. Úgyhogy én igazából most egyelőre berriket felszedünk, azzal nincsen gond. Keresünk még lambolt. Biztos jönnek itt még arcok. Ott van! Ja, nem az a hulla. Oké, okay, itt vannak csirkék. Igen, ez változatlan egy hulla. Jaj, ott is van valami, megyünk tovább, megyünk oda. Megyünk oda, az micsoda? Az egy törtvig? Fúj, de gusztustalan, mi a faszom ez? Jézusom, nem! Nem mondom, nem tudom, hogy mire hasonlít inkább, de pont egy pénisz és egy here között van. Nem? Tehát tökéletes meccés pontja egy pénisznek és a herének. Egyszerűen ez... És igen, a Gamus az egy tökéletes név neki. Te fussál nyugodtan, én nem megyek utánad. Mak és Bonsly, igen. Vagy Bonsly. Ó, Arceus, vagy mi az? Zernius, oké, okay, kell egy macska kell. Gyere ide, ne menj el. Itt jön a szeretetem. Bazd meg. Azaz. Oké, okay. Nagyon jó, fogtunk egy macskát. Oké. Okay. Kérem szépen, Asta! És ezek egymás Ekthyr deer! És csak így gyilkolja ezt a szerencsétlen mindenséget, a pénisszart pedig még mindig ott megy. Hát ez nagyon jó. Oké. Okay. Nekünk továbbra is guruló kis szarokra van szükségünk. Hopp! Te hogyan tűntél ide a semmiből? Nagyon adlak. Erre mindenképpen szükségünk lesz. Zernius vagy Weirdeer? Szerintem inkább Zernius, hogyha megnézted a... Most már nem látszik, megnézed a hatalmas agancsait. Oké, okay. Ó, labda... Bocsánat! Lambolt ide kiraktuk, gyere!
Na. Egyszerűen annyira gusztustalan. Mennyi ideje streamelek? Gyerekek, én észre sem vettem, hogy eltelik az idő. Másfél órája. Az igen. Ez egy nagyon szórakoztató játék. Nem tudom, hogy mennyien vagytok itt, mert most nincsen megnyitva a stream, de remélem tetszik, mert ezzel fogunk még játszani. Oké. Okay. Próbálom megtalálni először ezt a... Ott vannak, nagyon jó. Oké. Okay. Srácok, egy újabb kihívás, egy újabb hardcore gaming moment. Ezeket megpróbáljuk nem megölni. Mennyi a 41% catch rate, az még kevés. Gyere, mondjuk nem sebezzek legalább sokat. Oké. Okay. Oké, okay, ennyi most már, most ennek elégnek kell lennie. Hova tűntél? Oké. Okay. Oké. Okay. Még egy lemből kell. Nagyon sokan vagytok. Hopp, ez meg lesz. Így van. Oké. Okay. És most ő ránk támad, vagy ő mit csinál? Mert nagyon megy a boss zene, de ő beakadt egy fába. Ti egymást gyilkoljátok? Igen, és te nyertél, gratulálok. Gyere ide! Mellé dobtam. Megint mellé dobtam, ezt meg lehet menteni ezeket a labdákat? Úgy néz ki, hogy nem. Semmi baj, tudunk craftolni még. Nagyon jó, így kell ennek mennie. Oké. Okay. Build your base until it reaches level 7. Hát ez kemény meló lesz, gyerekek. Oké. Okay. Egyelőre úgy néz ki, hogy állunk. Van-e valamilyen mód arra, hogy megnézzük, hogy mennyi van a bázison, mennyi nyersanyagunk van? Szerintem nincs, de nem baj. Az nem lehet azért mindent megkapni. Oké, okay, inventorink az annyira nem gáz. Követ kell gondolom hazavinnünk meg fát. Úgyhogy bányászunk egy kis követ. Tropius Mamoswine Hybrid. Teljes mértékben igazad van. Abszolút. Abszolút az. Oké. Okay. Capturing 30 pel kell. Bocsánat, folyamatosan fújom az orromat. Gyűlölöm a telet. Mindjárt jövök! We back! Yeah, Fortnite, na nem, ugye? Ugye? Teljes mértékben a build system is ugyanolyan, mint a Fortnite-ban. És 7-es szintűek vagyunk. Fantasztikus. Hát alig várom. Staminára fogunk most tenni, gyerekek, mert én ezt borzasztóan unom. Staminára, oké. Okay. És ugye kicsit tovább tudunk bányászni. Breath of the Pokémon! Igen! Amiben Ariana Grande koncert lesz. Én leszek Ariana Grande. Még sose láttam ilyen Fortnite eventet, amikor ilyen koncerteket adtak. Ezek bármilyen téren szórakoztatóak? Valaki volt ilyenen? Most volt nemrég Eminem, amit... Hát eljutottunk ide is. Így kell ezt csinálni. Oké, okay, szerintem foghatunk jobb peleket is most, már neki esetünk valaminek. Jenna Ortega már smafu. Jenna Ortega az alfa és az omega. Jenna Omega! Miért nem jutott ez eddig eszembe? Jenna Omega! A végzet! Az emberiség és a színészi kvalitás mint olyan kiteljesedése. Jenna Omega. Alright. Kéne bár dolgot craftolnunk, srácok. De én kicsit még szeretnék menni és új Pokémonokkal találkozni. Van egy rakás. Ó, és a leveljeik nőnek? Mi alapján nőnek a leveljeik ezeknek a szerencsétleneknek? Mi alapján nőnek? Hogyha benne vannak a partingba, akkor egyszerűen csak nőnek?
Oké. Szerintem sok... Oké, fogunk egy péniszt. Gyertek, fogjunk egy péniszt. Don't run away, penis! Oké, még egy. Gyere ide. Oké, oda se nézek! Őt egyszerűen csak eltesszük. Oké, hány pelünk van? 13 pelünk van. Oké, piplapot is fogunk. Remélem ezek tovább tudnak fejlődni és nem maradnak ilyen állapotban. Aha, hopp, most lesz jó. Mi alapján nő ez a százalék? Megfagytunk! Úristen, éhes vagyok, gyorsan eszünk! Crispy bacon, oké, ettünk. Gyerünk, öld meg! Oh, hell yeah! Hell yeah! Gyere ide, bitch! Gyerünk, öld meg Kettival! Azaz! És ketten megtámadjuk, üss még bele egyet. Nagyon jó. Puff, és ezzel el is kaptuk. És őt meg visszahívjuk. Ó, mekkora harcrendszer! Na most értettem meg, hogy ezt hogy kéne csinálni. És a többiek meg nőnek szinteket közben. Oké, hát ez egy kurva jó játék, gyerekek. Azt kell mondanom. Ugye, ez teljesen korrekt. Nyilvánvalóan kell magunkkal hoznunk egy olyan Pokémont, ami bármire is képes. De szerintem most egyébként nem lehet fastra velelni valahogy? Ó, még ezt nem is nyitottam meg. Itt vannak ilyen különböző szigetek. De azt tudom, hogy valahol dismantle this base. Jó, hogy ezt egyszer csak fel tudom robbantani? De érdekes. Ezt nem fogom megtenni. De jó! És akkor így lehet menni előre, és egyszerűen csak felrobbantod az előző bázis, és újraépíted valahol. Nagyon érdekes. Fastravelelni csak fastravel pontot tudsz. Igen, ez közben eszembe jutott, hogy egyet már találtunk. Függetlenül ettől. Mivel tudunk... Ja, persze, majd lesznek olyan pokémonjaink, amire rá lehet ülni. És azokat tudunk gyorsabban menni. Én értem, mindent értek. Oké, úton hazafelé azon gondolkodám. Még egy párt fogunk. Tudom, hogy ez nem a legerősebbek, de most szeretnék 30-at összegyűjteni, hogy... meglegyen. Oké. Okay. Most itt van a party. És ez mindig a legutolsókat mutatja, vagy ez... Mi alapján épül föl ez a parting? Tehát mindig a legutolsó elkapott Pokémont teszi bele? Ez még nem tiszta. Így vagy úgy, most visszamegyünk meg építeni. Hungry! A Pimp Chicken az eléggé éhes. Úgyhogy építenünk kell nekik valamit, de most nincs itt ez. Hát ez nem etett titeket? Feedbox, aha! Beteszünk ilyeneket, értem. Értem! És most megfeleztem, mert csak ennyit akarok. És akkor tud enni. Oké. És ő most evett, és most boldog. Ez csodálatos. Igen, aztán boxokba tudod majd cserégetni őket. Értem, jó, minden tiszta. Építünk még egy ágyat ide. Jön valaki, aki megépíti nekem? Srácok? Hol vagytok? Valakinek itt építenie kéne ezt. Ja, itt jön a szan. Ja, itt van! Nagyon jó! Nagyon jó! Oké, átnevezzük ezeket a srácokat, mert ők itt dolgoznak a bázisunkon, legyen nevük. Azt mondja, hogy úgy fogjuk átnevezni őket, hogy most bemenjünk ebbe a poll menübe, és akkor megnéz build... Igen, oké. Azzal fogunk tudni majd upgrade-elni. Nem ez kell, hanem Powerbox Management, F. Így van. És ő neki, mi legyen a neve? Mi legyen a neve a Motivational Leadernek? Mi legyen a Motivational Leadernek a neve? Bárány Attila? Nem, motiváció... Gyerekek, egy olyan nevet kell neki adni, ami egy Motivational Leadernek a neve lehetne. Andrew... Andrew Sheep? Szabó Péter? Jenna Omega, nem! Cheesy, azt megtartjuk egy nagyon erős Pokémonnak. Dwayne the Sheep, nem, az nem fog kiférni, hogy Dwayne the Sheep Johnson.
Dwayne Sheepson. Rendben. Big Connect! Big Connect! Dwayne the Sheep Johnson. Ó, oh, kifér! Tökéletes! Konfirmáljuk. Dwayne the Sheep Johnson. Hát nem tudom, hogy ilyen hosszú nevük lehet. Csodálatos. Azt hittem, hogy ilyen Pokémon szabályok vannak. Pimp Chicken, Sapkás Piréz és Dwayne the Sheep Johnson. Sapkás Piréz szintet lépett? Jól látom. Mitől lép szintet? Attól csak úgy, hogy dolgozik? Oké, okay, szóval itt vannak a boxok, és itt van az, aki nálunk van. Értem. Pangolet-et betesszük. Chikipi nekem annyira nem kell. De mindegy. Van egy Pangolet, és legyen nálunk. Mit tud? Mit? Ja, ő egy földtípusú Pokémon. Logging Assistance. Brave. Na megnézzük, hogy mit tud ez a pénisz. Attack plusz 10. Ő egy bátor pénisz. Ő egy bátor pénisz. Oké. Okay. Pénisz is betesszük a csapatunkba. Why not? És akkor találunk még több típusú Pokémont, és azokkal is együttműködünk majd. Bázisra a macsek jó? Igen? Akkor berakjuk a Értem, akkor valakit cseréljünk le. Kit cseréljünk le? Várj, mindjárt tudjuk upgrade-elni a base. Szerintem most már tudjuk, igen. Úgyhogy beteszünk egy macskát. Oké. Okay. Kérlek, Pellbox Management, így van. Itt van a Cattive, a második szintű Cattive-át betesszük ide. Várjátok, megnézzük, hogy ő milyen. Coward. Attack minusz 10. Work Speed plusz 10. Nagyon jó. Nagyon jó. Én szerintem ő remek lesz. Oké, okay, a macska bekerült. És már bányászik is. Várjátok, ez kő? De jó! De jó, akkor itt is nő kő. Hát ez csodálatos. Gyerünk! Csodás! Imádom ezt a játékot! Annyira jó! Annyira szórakoztató. Semmi új nincs benne, amit nem láttunk már. De egyelőre nagyon... Hogy is mondjam? Organikusan építi össze ezeket a különböző játékokból lopott aspektusokat. Mindegyik részét láttuk már valahol máshol. Megkockáztatom, hogy jobban előadva. De ez így együtt... Meglepő módon szerintem még tök koherens élményt nyújt. Oké, srácok, várjátok, megy le a nap, úgyhogy alszunk egyet, és utána vadászunk még egy nagyobb Pokémonra. Mert most már azért harcosok is kellenek a csapatunkba. Lehet így képzelnék el egy új Pokémon játékot? Abszolút, szerintem azért a Nintendo-ék, hogyha foglalkoznának a konkurenciával bármilyen téren, akkor garantálom neked, hogy egy kicsit idegesek lennének ettől. De ez abszolút sok szempontból egy jobb megvalósítása egy New Age Pokémon játéknak. Csinálok még pár nyilat. Ó, Fire Arrow-t! Ne várjátok, ahhoz a Fire Bow kell. Flame Organ. Ja, meg kell ölnünk. Meg kell ölnünk a rókákat. Oké. Okay. Van 4 ágy. Clothunk nincs elég. Aha, jó. Oké, okay. Akkor egyelőre még a régi-ja megyünk, de csinálunk annak pár erót. Mennyi erónk van? Kérem szépen, 23 nem, építünk még pár erót, még le nem megy a nap. És... Ja nem, és jön a birka és megcsinálja nekünk? Yes! És mi meg elmegyünk aludni? Gyerekek, ez kurva jó. Így képzelem el, milyen lehet egy igazi vezetőnek lenni. Mindenki kint dolgozik a vaksötétben, én pedig elmegyek aludni. Mindjárt felkönk, figyeljetek. Miért ez az egy hangját halljuk? Értitek? Miközben küzdünk, nem üvölt. Mit csinálunk? Miért van a kezünkben? Tedd le! Édes szívem! Oké. Okay. Berry farmot kell építenünk. Berry plantation-t építünk. Oké, okay. Berry... Ez bárhol itt a sarokban jó lesz. Kicsit ronda a bázisunk, de nem baj. Majd a következő bázisunk szebb lesz. Építünk egy berry plantation-t, hogy kaját csinálni maguknak. És ahhoz betesszük az összes berryt, meg az összes berry seedet. Talán csak a berry seed kell. Mindegy, ezt is ide tesszük. Jó. Húst azt...
Azt meg kell ennünk, úgy sejtem. A hús, ezt meg kéne sütnünk valahol, nem csinálunk egy tábortüzet. Annyi minden lehetőség van itt. Ó, imádom. Oké, ide építünk egy tábortüzet. Jön a macska, és már megoldja helyettünk. Macska, te hányadik szintű vagy? Második szintű, de én biztos vagyok benne, hogy fejlődni fogsz. Ahhoz kell majd ültetős és locsolós Pokémon. Már megyünk. Jaj, nézzétek, milyen büszke magára! Nagyon jó. És akkor select recipe, és meg tudjuk sütni a húst. Oké, lamba, kebab, max start production. Mert sütő Pokémonunk úgy néz ki, hogy nincs, úgyhogy ezt én megcsinálom. Acquire. Nagyon jó. Csinunk ilyen grill chickpipit, azt is csinálunk. Ez nettó Zelda. Annyira egyértelmű lopás, az animációt is lopták. Oké, csinálunk egy rakás sült tojást. Nagyon jó. Van már sütő Pokémonunk? Igen? Valaki tud? Sütni? Így vagy úgy? Megnézzük is. Közben level up-olnak a srácok. Úgy néz ki, hogy mindentől level up-olnak a srácok. Nagyon jó. Készen állunk, van egy rakás... Az I betűt, gyerekek, az I betűt. Na mindegy. Van egy rakás dolgunk. A stone pickaxe-et jól látni, hogy meg kell javítanunk. Repair. Jó. Megtörtént, srácok, valaki éhes? Mindenki in good condition, az a lényeg. Nem tudom, hogy arrébb tudjad őket pakolni. Értem. Értem. Na. Jó, kipakolunk mindent, amire nincs szükségünk. Ice organ. Kéne egy nagyobb chest. Uaj, mindjárt indulunk, srácok. Mindjárt indulunk, de most nagyon bele vagyok. Szeretve ebbe a menürendszerbe. Egyébként annyira könnyen, gyorsan megérthető. Nagyon, nagyon tetszik. Oké. Gyertek, ketten is tudják építeni. Gyerünk, vajon ők, szintet lép ez a második szintű kettivánk? Attól, hogy épít. Igen, harmadik szintű lett. Csodálatos. Természetesen ezt vártam el. Oké, mi az, ami kell nekünk? Fragment palfluids? Fúj! Mindegy, azt is betesszük ide. Vult is betesszük ide, common egget, arra sincs szükségünk, ez a másikba volt, mindegy, ide betesszük, így van, itt van, oké, és jó, mehetünk. Let's go everybody, fogjunk magunknak egy gyilkos Pokémont, egy olyat kell megtalálnunk, aki harcolni is tud. Most jelen pillanatban a partink, egy 7-es szintű chickpipi van, aha, és akkor hogyha megyünk, opa, ezt elrontottam. Aha, és akkor ott láthatjátok lent, hogy ki tudjuk választani, hogy melyik Pell jöjjön, és szerintem a 7-es szintű csík pipi, nem. Mi a Pengalettel megyünk. Az lesz jó, mert ezt fogyasztani tud. Egyszer egy olyan játék kellene, ahol a bevágod a löcsiket, összekeverednek, vagy kifolynak a deszkák között. Szerintem az ilyen szintű realitás az már nagyon-nagyon unalmas lenne. Lásd Starfield, ami... Ugh, Istenem. Mekkora kihagyott zicser ez a játék, gyerekek. Az ötlet mennyire fantasztikus, és mennyire... Jaj, de sajnálom. Tudjátok mit? Nyilván kárőrvendő vagyok egy kicsit, mert mondtam, hogy uncsi lesz. Senki nem hitte el nekem, aztán geci uncsi lett. De én annyira örülnék, hogyha azok a játékosok, akik ezt nagyon várták, megkapták volna azt, amit vártak. Igazából annak örülnék a legjobban. Én inkább tévedek. Csak legyen jó. Legyen jó a játékosoknak. Ez ugyanez van a trélerekkel, amikor nagyon lehúzok egy filmet a tréler alapján, mindig azzal zárom gondolatban legalábbis, de néha szóban is, hogy jaj, bár remélem nem lesz igazam. Legyen inkább az, hogy kurva kínos, hogy mennyire rosszul ítéltem meg a filmet, de legyen jó a film. Aztán a végére valahogy mindig igazam lesz. Itt van, ez egy fast travel point, jól emlékszem, így van. Nagyon jó. És újabb technológiákat tudunk felnyitni. Na srácok, ilyen rókákat meg kell ölnünk. Ó, tudunk dodzsolni, ez nagyon jó. Az nagyon jó, arra szükségünk lesz. Ezt lehet, hogy át fogunk tenni egy másik gombra, mert ez egy kontrollon kicsit fura. Oké, szóval a rókákat meg kell ölni, mert belőlük kell az a cucc, amivel tudunk fire arrow-kat csinálni. Fox Sparks, na eltalálom. Azaz, gyere ide. Oké, és akkor most azt mondjuk neked, hogy öld meg! És a víz típusú Pokémon, úgyhogy ez biztos meg fogja tudni ölni. Azaz, ez az! Jaj, de ügyes vagy! És most ebben van Flame Organ, így van, a Flame Organre volt szükség. Nagyon jó! Az micsoda?
Az micsoda? Az mi... rengeteg minden felfedezni való van itt. Szeztünk. Jó, a journalokat majd meghallgatjuk. Most egyébként nem vagyok story orientált. Ez is egy Eevee! Bazd meg, ez nettó egy Eevee! Hagyjatok már békén! Ez egyszerűen csak egy Eevee! Ez egy Dynamax Eevee, annyira... Na jó, az ennyire nem kell lopni. Bőven vannak kurva szar dizájnok a Pokémonban. Ki tudtok találni jobbakat? Na. Megöljük az Eevee-t, öljük meg az Eevee-t. Gyerünk! Pingalet, öld meg! Azért őt használom, hogy hát ha több XP-t kapnak. Bitch, die! Úristen, ez egy nagyon jó, és ketten... Ketten megyünk ellenük. Gyere vissza, Pingalet. Hát Pingalettel jóba leszünk. Mi a helyzet, barátom? You're a new face, don't tell me an outsider. Így van. Not that it matters to me. Now that you're on the island, why not try and catch some pals? You can get extra XP for capturing up to 10 of the same kind. Aha! Értem. És kaptunk tőle valamit. És visszaült. Hát az animáció az még hagy kivetni valót maga után. Nagyon megy a harc zene, de nem hallom, hogy bárki harcol ellenünk. Executor! Köszönöm szépen a subscription-t is. 21 hónapja Executor! Hát nagyon köszönöm a kitartó lelkesedést. Ritkán látunk chatben, de nagyon köszönöm, hogy itt vagy. Örülök neki, hogy ennyire ideje élvezed a streamet. Gyere, Executor kedvéért megöljük ezt is. Fox Sparks. Headshot és super effektív damage. Ennyi. És visszahívjuk. Nagyon jó. Hát ez így már rutinosan fog menni. Az ott micsoda, az egy úszó csirke. Tudunk-e mi úszni? Láttam egyébként, hogy szintet léptünk, úgyhogy én a damage-re rakok még. Oké. Okay. Technology-ban is rengeteg dolgot tudunk kinyitni, 14-et. Ezeket mind kinyitjuk. Ez egy kicsit sok. Logging site, ez az! Stompit, nagyon jó! Sign is kell. Bet! Nagy a baseball! Baseball ütő! Na jó, gyerekek, azonnal megyünk a baseball ütőre. Poison arrow, hagyjál már. Crusher, breaking down stone and wood to exchange them for other materials. Nem, arra nincs szükségünk, mindegy. Shieldet megvesszük. Oké, ezt meguntam. Azonnal megyünk vissza baseball ütőt craftolni. Azonnal megyünk vissza. Megnézzük, hogy itt van a bázisunk. És itt van ez a fast travel? Igen. Ugye? És itt van egy 38-as szintű memorest. Oké. Okay. Sajnálom, hogy nem tudunk visszavarpolni a bázisunkhoz, az jó lenne. Új, itt egy chest. Needs copper key. Hát természetesen. Na, azt lehet venni a menüben. Szóval itt van ez a... Bazd meg, nézzétek! Ahogy kiírja a nevét, meg a titulusát, meg a HP-ját, ez egy az egybe Zelda. De geci kínos nyúlás! Egy az egybe Zelda! Pontosan így néz ki a betűtípus, meg a kis vonalak a két oldalán. Ez nagyon durva. De cseszett nagy ez a map? Elég nagy a map. Elég nagy a map, és még csak egy szigeten vagyunk, és van még egy rakás dolog, amit nem ismerünk. Helyes! Látjátok, egy ilyen staraptoron fogunk menni egy idő után. Na, őt elkapjuk most, gyerekek. Most jött el az idő. Én szeretnék repülni. Gyere ide, gyere le onnan. Lehet, hogy ez fájni fog. Megnézzük, hogy mennyi HP-nk van. Kajánk, oké. Okay. 10 nyílunk van összesen? Ó, akkor ezt még nem. Oké, okay, craftolunk még nyilat, és akkor visszajövünk, és az szerzünk magunknak repülő mountot. Braviary? De! Miért, mit mondtam? Staraptort? Hát ilyen Staraptor Braviary keverék, igen. Oké. Okay. Tudunk extra XP-t kapni, hogyha sokat kapunk el egyből. Úgyhogy elkapunk sokat egyből. Nagyon jó. Hopp, ezt elrontottuk. Oké, okay, nem kéne használni a nyíreinkat, mert ezt nagyon lassú craftolni. Ott megy a sapkás piréz! Sapkás piréz kijött nekünk segíteni, piréz! Piréz! Piréz nagyon-nagyon-nagyon neki ment. Oké. Okay. Pimp chicken! Mindenki jól van itt, itthon a basen, hozzák a követ. Imádlak titeket, hát ez annyira király! Na jó, akkor craftolunk be, azaz, hogy berakunk... Aha, és valaki már craftol 15-öt, jól látom? De jó! Csak 15-öt, azt mondja, max, 13.
start production, és akkor valaki itt megcsinálja, míg én elmegyek. Kurva jó. Kurva jó. Oké. Van 20 nyilunk, azzal szerintem meg tudjuk ölni. 6-os szintű pengaletünk van, azzal tudjuk tartani a frontot. Mivel jégtípusú a pengalet, remélem, hogy a repülők ellen, a repülő pokémonok ellen a jég az ebben a játékban is erős. Majd meglátjuk. De valahol itt repkedett az a szar, amire nekem szükségem van, hát ha tudunk a hátán repülni. Nem, meglátjuk, hogy elbírja. Aha, várjátok. Most itt nézem, hogy aha. Ne! Rosszul nyomtam, bocsánat. Mindegy, 8 labdánk van, remélhetőleg sikerül. Ott van. Gyere le onnan! Kíváncsi vagyok, hogy elér-e addig a nyilvesszünk. Így elér. 11-es szintű Nightwing. Oh-oh. Na gyere. Oké, hát nem ütöttünk rajta sokat. Oké. Támad meg, gyerünk, gyerünk Pangalt! Oké. Ő most a pengaletet támadja. Oh shit, micsoda mozgások. Találd el, szirmai. Oké. Megfagyott, erről van szó. Oké. Gyerünk, fagyazd meg. Beakadt, úgy néz ki, hogy beakadt. Nem baj, én nem panaszkodom. Oké, gyerünk, öld, oké. Megnézzük, hogy mennyi. Capture rate 9%. Megvárjuk, feljebb megy. 12%. Az nem lesz meg. Hop, kijött! Elkaptuk! Skacuk, elkaptuk. Nem kaptuk el? Én azt látom a háttérben, hogy elkaptuk. Nem érdekel, hogy meghaltam. Megesik az ilyen. Én azt látom, hogy elkaptuk. Yeah! Ennyi! Oké, hát ez azonnal jössz a csapatba, Nightwing. Azt mondja, hogy nézzük meg, hogy mit tud. Tornado Attack, Air Cannon. Requires Nightwing Saddle. Aha, azt kell csinálnunk. Oké, craftable. Nagyon jó. Gathering level 2, tehát nem rakunk be téged a izébe. Nem rakunk be téged a base-re. Nagyon jó. Nagyon jó. Level sync, tehát ő 11-esről visszajött. 8-as szinteben még nem vagyunk olyan magasan. Gyerekek, 12%-os catch rate-tel elkaptuk, bazd meg. A tetemünk is elkapta. Kérlek szépen Nightwing, akkor keresnünk kell, meg kell néznünk, hogy Nightwing Saddle tudunk-e már csinálni. Van technology pontunk rá. Nightwing Saddle. Itt nem lehet keresni valahogy? Grappling gun, jó, mindjárt jönnek a pisztolyok. Hol van a Nightwing Saddle? Nightwing Saddle. Palwork Workbench. Produces items that allow pals to use partner skills. Az biztos majd hasznos lesz. Ezt kinyitattuk. Bőven az alja fele? Ne! Hát szomorú vagyok. Vagy ezeket nem tudjuk kinyitni, ugye? Nem. Mounted Machine Gun! Alig várom. Szükséges lenne egy kereső opció ebbe a menübe. Később lépj szintet. Oké, akkor most szintet lépünk először, ez lesz a feladatunk. Base upgrade. Fel tudtuk upgrade-elni, akkor hozunk még egy pelt bele ebbe a base-be. És build statue of power és build workbench. Oké, először is berakunk még egy macskát ide, ugye? Azt szeretnénk, vagy ő mit tud? Várjátok, ő mit tud? Decrease to incoming fire damage, az tök mindegy. Transporting, handiwork és cooling és watering, az kelleni fog. Oké, őt betettük, nagyon jó. Következő dolgot kell építenünk. Pal workbench kell, ugye? Pal workbench kell. Igen. Arra van szükségünk. Statue of power és pal gear workbench, nagyon jó, igen.
Statue of Power-t építünk. Ó, nagyon jó! Ez a Lucario! Na ez viszont egy az egyben Lucario, ide tesszük. Oké, ez felépíti valaki, és egy Pell Workbench, vagy Pell Gear Workbench. Insufficient materials, mi kell? Cloth és wood. Hogyan szerzünk cloth-t? Azt láttam, hogy azt most nyitottuk ki, megnézzük a technology-ban. Cloth. Wool. Tehát akkor ölnünk kell bárányokat. Már úton is vagyunk, csak előtte megszerezzük az erót, amit csináltunk. Nagyon jó, és minden. Nincsen fánk. Nincs fánk. Kell egy favágó Pokémon. Ki az, aki fát tud vágni? Ki az, aki fát tud vágni? Nézzük, hogy ki az, aki fát tud vágni. Gumshoes tud fát vágni? Planting. Ő plantelni tud. Ki az, aki fát tud vágni? Az egyelőre nincs. Oké. Akkor fát vágunk. Ez az egy dolog, amit még nekünk kell csinálni. Hol vannak a cuccaink? Meghaltunk, és ezért nincs inventorink? Ó! Hol van az inventorink, gyerekek? Menj vissza érte. Oké, már úton is vagyok. Mint Sapkás Pirész. Sapkás Pirész gecire úton van. Nem pontosan tudom, hogy hova, de ő szinte folyamatosan úton van. Ott látom is fenn a menüben, hogy hol lehet visszaszerzni a cuccunkat. Oké. Majmokat kell keresni, zöld majmokat? Megbeszéltük. Annyira jó veletek együtt játszani. Semmi információ hiány miatt nem kell aggódnom, szépen tudok előre menni, ez annyira jó. Húha, viszont vége a streamnek a kurva élet, de nem baj. Még egy kicsit megyünk, visszaszerezzük. Hopp. Mi? Inkább ezt megszerezzük. Ja, decse, bocsánat, fordítva. Take all. Hell yeah! Alright. Szóval akkor, amire szükségünk van, az fa. Nekiállunk fát vágni. Én level 15 vagyok, most öltem meg egy bosst. Az igen. Hát, az biztos, hogy fogunk ezzel még játszani. És én is felfejlődök. Krimis? Krimis? Ja igen, ez az a szar. Arra nincsen szükségünk. Oké, megyünk vissza a bánya felé. Vagy a... üzénk, a bázis felé. Upp. Mindig akkor fordul el. Nem baj. Ez még mindig itt van. Diszponoljál már, szerencsétlenem. Istenem. Úton hazafele azon gondolkodám, mindig azért begyűjtök egy pár ilyet. Legalább, hogy fejlődjünk szinteket. Oké. Igen, XP bónuszra szükségünk van, úgyhogy ezeket el kell kapnunk. Labdát is kell csinálnunk még, azt is meg kikérem a craftingon. Jó. Don't run away! Megérkeztünk. Azt is mind elkaptuk, így van! Így van! Ops, ezt megöltük, nem baj. Mit kaptunk? Szintet léptünk, az biztos. Oké. Okay. Kettivából már csak három kell. Most fát akarunk vágni. Atyaég! Na jó, lehet, hogy 9. szinten vagyunk, lehet, hogy itt rekeztem be a streamet, mert örökké. Örökké tudnánk menni. Ez egy kurva jó játék, ezzel akarok még játszani. Remélem nektek is tetszett. A cheesy szokás szerint emlékeztet arra, hogy raideljünk, és teljes mértékben igaza van. Úgyhogy már meg is nézem az opciókat. Hol voltunk? 300-an voltunk? Jéj, de nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon örülök, hogy tetszett Haroldina. Fogunk még ezzel játszani. Én kicsit előre tolom magamat szintekben, hogy jobban be tudjam mutatni, hogy milyen mélységekig tud elmenni a játék. De ez kurva jó, mindenkinek abszolút tudom ajánlani. Így vagy úgy, megnézzük, hogy tudunk-e valakit raidelni. Ki játszik és mit játszik? Senki! Senki nincs online! Úgyhogy most már mi se leszünk online. Kiskezik egy csókolom, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szevasztok!